Révezetek rendezvény sorozat új évadjában, amit ezzel ünnepélyesen megnyitunk, és nagyon nagy öröm, hogy ilyen sokan összejöttünk. Nagyon jó a nyári szünet után újra találkozni a sok arccal, a sok ismerőssel, de az a helyzet, hogy ebben a nagy örömben bizonyára sokan úgy vannak vele, ahogy én, szomorúság is vegyül, mert valaki nagyon-nagyon hiányzik most innen a számunkra. Volt egy olyan emberünk, aki valóságos kősziklaként állt a Magyar Évezredek Baráti Társaság középpontjában. Szerintem, aki nem tagja az Egyesületnek, még az is jól ismerte, mert elmaradhatatlan volt és mindig itt volt köztünk. Bognár Lajosról van szó, aki elnökünk volt, tiszteletbeli elnökünk és örökös elnökünk marad mindig. Az ő szíve és hűsége és kitartása az rettenetesen fog hiányozni. Elment Lajos, váratlanul hagyott itt minket, nagyon megrendített a távozása, még nem is tudjuk igazán kiheverni, és még nem is érezzük, hogy mennyire fog hiányozni a körünkből. És azért szerettem volna ezzel kezdeni, hogy egy pillanatra álljunk meg és emlékezzünk meg, mert egy nagyszerű emberről van szó, aki nyilván a szívünkben bennünk fog maradni, vagy velünk fog maradni. És egy mondatot hagy olvassak még fel, amit Évi rakott föl a honlapunkra, mert azt hiszem, hogy ennél gyönyörűbben nem lehet megfogalmazni az üzenetet Lajosnak. Lajos, időn baktatsz fenn a lelkek ország útján, keresd meg a csillagodat, és onnan üzenj nekünk. Mondd előseinknek, szentjeinknek, hogy mélységesen hiszünk bennük, és őrizzük a lángot idelen. Búcsúzunk tőled, Lajos, megőrzünk téged is, és őrizzük a lángot. Na és ezek után kezdjünk bele az új évadunkba. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm mai előadónkat, dr. Drávik János írót, közírót. És nagyon nagy öröm és megtiszteltetés a számunkra, hogy elfogadta meghívásunkat, eljött ide Győrbe, és előadást fog nekünk tartani. Gondolom, hogy különösebben nem kell a munkásságát bemutatni, számtalan nagyszerű könyvnek a szerzője, nagyon jó előadásokat tart, ugye Magyar Trianon Társaságnak az elnöke, és hát aktuális és húsba vágó és nagyon kemény témákról lesz ma szó, mint ahogy általában Drávik János előadásain és munkálkodásában, úgyhogy ez fog következni, nem is nyújtanám tovább a szót, hanem megkérem tanárulat, hogy tartsa meg az előadását. Tisztelt jelenlévők, én arra szeretnék engedélyt kérni, hogy az Országos Trianon Társaság elnökeként úgy szólíthassam meg önöket, hogy kedves magyar testvéreim. Ez nem valamiféle ilyen hízelgő tók akar lenni, hanem őszintén így érzem, mert akik egy ilyen társaságnak a tagjai, mint a magyar évezredek, azokról én mind feltételezem, hogy igaz magyarokról van szó, akik számára többet jelent magyarnak lenni, mint hogy tudok magyarul, meg magyar állampolgár vagyok, hanem akik még magyarul éreznek, és ezért szólítottak önöket így meg, hogy kedves magyar testvérek. Na ezek után rátérek azon a témára, ami ugye azt jelenti, hogy kik és mennyiért adták el Európát ugye az iszlámnak. Na most ez egy ilyen blikfangos, tehát ilyen figyelemfelkeltő cím akar lenni, de hát egy nagyon-nagyon komoly dolog van mögötte. És ez mindjárt az első szó, hogy kik. Na kik? Hát kik a világ urai? Na erre kellene válaszolni. Tessék, hol vannak a világ urai? Hol? Mi ez, hogy mutassa meg, hogy kik a világ urai? Hát kérem szépen, azért, ha valaki erre időt szán, akkor azért meg tudja mondani, hogy ez a világ urai az körülbelül nem sokkal több, mint 300 szupergazdag, elsősorban bankár dinasztia,
És ha még konkrétabban akarunk lenni, akkor az 389 személy, meg lehet őket nevezni, 389 személy, és azt is meg lehet nevezni, hogy ebből szuper szervezeteknek a vezetői közül 199 igazgató, ezt is meg lehet nevezni. Meg lehet nevezni azt a 17 globális pénzügyi világóriást, szuperóriást, akik ezek a igazgatók igazgattak, és föl lehet sorolni különböző nemzetközi intézményeket, tehát olyanokat, mint a Bretton Woods-i ikrek, ugye a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap, aztán ilyeneket, hogy világkereskedelmi szervezet, tehát World Trade Organization, aztán a G7-ek, aztán a G20-ak, aztán a világ gazdasági fórum, ami ugye Davosban szokott lenni, aztán ilyenek, hogy Council on Foreign és külkapcsolatok tanácsa, Bilderberg csoport. Van egy, mert ezeket azért időnként lehet hallani, de van, mondok egy olyat is, amit nem lehet hallani. És talán az egyik legfontosabb, aminek a nemzetközi neve az, hogy International Monetary Conference. Erről nem nagyon lehet hallani, pedig a felsoroltak közül talán ez a legfontosabb. Úgyhogy ma már, ha időt fektetünk bele, akkor azért meg lehet tudni, hogy kik is ezek a szupergazdag emberek. Na most, azért a gazdaság méretére muszáj bizonyos adatokat mondani, hogy jobban el tudjuk helyezni, hogy miféle gazdagságról van szó. Mert amikor arról van szó, hogy gazdag ember, ugye, fölírtam én valamilyen papírra, de azok nincsenek itt nálam, fejtől mondom én őket. Mert ugye rengeteg ilyen anyag van nálam, hogyha valaki látta a lakásomat, az most már szóval rettenetes, és ugye itt van az unoköcsém is, aki egy másik lakásban lakik, de az is tele van, hogy szegények a holmiai már sehol se férnek el benne. Na, fejből fogok mondani, hát Jeff Bezos, vagy különböző más szupergazdag emberek, például a mexikói, aztán akkor ugye ott vannak az amerikai különleges gazdag, Sheldon Adelson, vagy a Kacs testvérek, a Charles és a David Kacs, akik például ugye a Trumpnak is a finanszírozó, de lehetne egy köbölök 10 nevet föl lehetne sorolni, akikről mindig azt mondták, hogy ez a világ leggazdagabb embere, Bill Gates, a világ leggazdagabb, nem a világ leggazdagabb embere. Mert miért nem? Mert az egyéni gazdagság az csak egy része a gazdagságnak. Az igazi nagy gazdagság a kollektív gazdagság. Ha pedig ezt nézem, akkor egészen más adatokhoz jutok. Mert például bizonyos szuper gazdag bankár dinasztiáknak a vagyona nem a családtagoknak az egyéni vagyonából jön össze, hogy az ennyi családtag, családtagonként ennyi vagyon, azt összeadod, na ennyi a vagyon. Nem így van. Mert például vegyük a jelképnek számító Rothschild családot. A Rothschild családnak az igazi vagyona a nem az egyes családtagoknak
a vagyon, ami lehet 5 milliárd, esetleg 10 milliárd, vagy ennél sokkal kevesebb is. Remélem, hogy ő az igazi vagyon, hanem a fel nem osztható családi alapítványokból. Na most mennyi például a Rothschild családnak a fel nem osztható családi alapítványok? Hát pontosan senki nem tudja, de vannak matematikai közgazdászok, és ezek között természetesen az amerikai matematikai, de az oroszok is, meg a németek is, franciák, angolok, ez egy külön szakma, akik abból indulnak ki, hogy amikor még tudni lehetett, hogy mennyi volt a vagyon, és utána megnézzük, hogy a világgazdaság évente mennyivel gyarapodott, és azt hozzáteszik, akkor eljuthatnak nagyon pontos becslésekhez, becsült vagyonhoz. Igen ám, de ezek a becslések is nagyon szóródnak. És a Rothschild családnak a vagyonát a legkisebb becslés, ez a legkisebb, a 100 trillió dollárra becsülés. A legnagyobb becslés 400 trillió dollárra becsülés. Na most a trilliót én angolul mondtam, ami azt jelenti, mert itt ugye a billióval meg a milliárddal megy a variáció, hogy ne legyen variáció. Egy trilliót angolul mondtam, és az egy európai embernek egy trillió, 1000 milliárd. Kész. És akkor ezzel sok probléma nem lehet. Tehát ha én azt mondtam, hogy 100 trillió, akkor az azt jelenti, hogy 100 000 milliárd. Na ez a kicsi, ez a legkisebb összeg. Amire a Rothschild család, fel nem osztható családi alapítványát becsülik. Az utána a következő fel nem osztható családi alapítvány, amit a legnagyobbnak tartanak, 18 trillió dollár, a Rockefellereké. De azért másoknak is vannak. Vannak bizony a Warburgoknak is fel nem osztható családi alapítványai. És vannak a Montefioréknak, és így tovább. De hát ezt most nem sorolom föl, több mint 300 ilyen szupergazdag családról van szó, és ez a vagyon miért olyan érdekes? Azért, mert ez a vagyon nem öröklődik. Ez egy családi alapítvány, nem öröklődik. Nincs hagyatéki leltár. Nincs hagyatéki örökösödési adó. Nincs semmi, el van dugva. Hanem évente, például a Rothschild család, mindegy, hogy az a londoni Rothschildok, vagy a párizsi Rothschildok, vagy éppen az amerikai Rothschildok. A vagyonnak mindig egy mérlege készül el szupertitkosan a családnak, és a mindenkori családfő, aki annak a hozamát minden évben szétosza. A hozamát. Na most, a Rothschild családnál a családfő az mindig a londoni ágnak az elsőszülött férfia, mindig férfi, és lordi címet visel. Most már az 5. lordnál tartunk, ez is Nathaniel. Na most, a családi okmányokban, amelyeket úgy is föl lehet fogni, hogy családi alkotmány, abban pontosan rögzítve van, hogy a rokonsági fok alapján ebből a hozamból kinek mennyi jár minden évben. És ezt a családfő szétossza. Vitatkozni nem lehet vele, most itt csak a Rothschildokért mondom, mert ez családi alapítványonként kicsit más van, másképp van így, másképp van. De nagyjából a Rothschild mintát követik. Vitatkozni nem lehet vele, mert hogyha valaki nem elégszik meg azzal, amit kapott, akkor csak a felét kapja. A másik felét az jótékonyságba szétossza. És ha még nagyon vitatkozik, akkor más büntetések is vannak, mert a Rothschild család történetében előfordult, hogy ketten fölázadtak, ki akartak a rendszerből lépni. Elvágták a torkukat. Ez így végződött. Úgyhogy nagyon nem éri meg vitatkozni. Na most elmondtam valamit, hogy tehát
nem abból áll a vagyon, hogy Bill Gatesnek ennyiben megvan, meg Carl Slimnek, a mexikaiket már említettem, annak meg annyi van, meg a Jeff Bezosnak ennyi van, meg és így tovább. Ha én kihagyom a családi alapítványokat, akkor én nem vagyok tisztában azzal, hogy kinek mennyi vagyona van, és ennek a vagyonnak az alapján mekkora hatalma. Tehát, na most azért mondjuk meg azt is, hogy ez a bizonyos 300 felett van a szám. Én azt mondom, én honnan veszem ezt? Hát ugye összeesküvési elmélet az annyi van, hogy Dunát lehet vele rekeszteni. Na de hát én azért nem akárhonnan veszem, mert van egy ilyen nevű, nagyon tájékozott ember, úgy hívják, hogy David Rothkopf. Ő David Rothkopf, ő Amerikában, New Jersey-ben született, ilyen-olyan egyetemek után a Fehérházban volt magas beosztásban, onnan a Kissinger's Associated-hez került vezetőnek, és írt könyveket. És írt több, itt vagy 5 vagy 6 könyve, amelyikre most én utalok, annak az a cím, hogy Super Class, vagyis a szuperosztály. Ebben ő szépen leírja, hogy ebben a szuperosztályban, akikről most elkezdtem beszélni, milyen dinasztiák tartoznak, megnevezi őket. Megnevezi őket, hogy ez egy zárt kör, egy külön életet él, teljesen elkülönülve a társadalom többi. Megvannak a saját egyetemeik, ahova csak ők járnak, illetve azokat, akik később kiszemelnek, hogy az ő szolgálatukban majd ilyen-olyan, amolyan lesz, ez főtitkár, meg amerikai elnök, meg ilyesmi. Mert azokra kiszemelik és fölnevelik rá. Tehát külön egyeteme, tehát külön tehát maguk között házasodnak, saját külön zárt klubjaikba járnak, és így tovább. Tehát itt külön életet élnek, és ez szépen leírja David Rothkopf, és hogyha valaki ezt el akarja olvasni, akkor megteheti azt, amit én is megtettem. Az Amazonon, meg más helyeken azért ezt meg lehet rendelni. És akkor szépen el lehet olvasni. De nem csak David Rothkopfot érdemes olvasni. Az nem véletlen, hogy ez a papír van itt nálam, mert én ide bizony ide írtam egy úriembernek a nevét, akit úgy hívnak, hogy Peter Phillips. A Phillips az idén jelente, ez egy egyetemi tanár. Az idén jelentette meg a könyvét, Peter Phillips, és az ő könyvének a címe in English, Giants, the Global Power Elite. Vagyis az óriások, a globális hatalmi elit. Na most nyilván azért ezt az elnevezést használja, hogy a Global Power Elite, mert Wright Mills írt korábban, azt hiszem 52-ben, írt egy nagyon híres könyvet, a Power Elite, ő csak akkor még az amerikai hatalmi elitről. Ez egy világhírű könyv lett, az egyetemit, mindenütt tanítják az egyetemeket egyébként. Úgyhogy én magyarra is lefordították, én valamikor a 60-as években olvastam, úgyhogy magyarul, aztán később ugye angolul is elolvastam. Na most, ő ennek alapján megírja ez a bizonyos Peter Phillips, ő az, aki megírja és megnevezi, hogy ki az a 389 konkrét személy, megnevezi őket, akik ennek a világ felett uralkodó hatalmi elitnek a képviseletében, például a szuper gazdag, óriás méretű, globálisan tevékenykedő, például bankoknak, vagy multinacionális világbirodalmaknak,
az igazgatója, 199 személy. És ezek között is a legeslegnagyobb hatalom 17 olyan világóriásba, tehát van 17 olyan óriás, amelyek közül egy-egynek az évi teljesítménye nagyobb, mint egy európai ország, mint egy középméretű európai országé. Tehát nyugodtan a G20-at tagjai lehetnének. Na most, még ez azt is hozzá kell mondani, hogy ha nagyon nézzük a struktúrát, akkor úgy is föl lehet fogni ennek a pénzuralmi világelitnek a államok feletti globális birodalmát, amelynek Európa csak az egyik vazalus, kiszolgáló tartománya. De amelynek mondjuk a központi tartománya ma Amerika. De Amerika is csak egy tartomány. Mert ez a birodalom, ez az államok feletti birodalom, ez az igazi hatalmi központ. Na most ennek az államok feletti, ha ezt úgy fogom föl, és muszáj, hogy így fogom föl, mert eddig még nem mondtam ki azt a szót, amit már jeleztem itt a előbeszélgetésekben, amire itt sok került az előadás előtt, hogy van egy fogalom, hogy akár mit csinálok, nem hajlandó senki átvenni. Több mint 20 éve próbálkozom, hogy átvigyem. Rengeteg fogalommal sikerrel jártam, például háttérhatalom, azt én találtam, ma már használják. Meg egy sor olyan fogalom van, amit én először mondtam, persze először. Kinevettek érte, meg mindenfélének elmondtak, meg stb. De mégis valahogy átment. De van egy, amit nem tudok átvinni. Pedig nem olyan nehéz ez a fogalom. Arról szól, hogy én azt mondom, hogy ma a világban két erő küzd egymással. Az egyik a szervezett magánhatalom, amely ma győzelemre áll, és a másik a szervezett közhatalom. Na most ez, hogy szervezett magánhatalom, ez ma is egyetlen tévé, egyetlen rádió, egyetlen újság, és senki, egyetlen politikus nem hajlandó kiejteni a száját, hogy szervezett magánhatalom. Pedig enélkül a liberalizmus, meg az összes egyéb, meg például a tegnapi brüsszeli döntés, meg nem is értettél. Mert ez áll szemben, ugyanis ez a pénzhatalom, ez egy magánhatalom. És ezért is helyesebb, majd fogok több szótról beszélni, ezért is helyesebb az ő világbirodalmok, államok feletti informális államát, amely ténylegesen a valódi hatalmat jelenti. Ez az informális hatalom, ez azáltal, hogy magán jellegű, ezért valójában a struktúráját úgy lehet meg, mert ugye meg akarjuk ismerni, akkor egy kicsit ismerni kell a struktúráját, szervezeti felépítését, és ismerni kell a működési módszereit. Na most a struktúráját inkább egy globális vállalathoz lehet hasonlítani. Vannak a tulajdonosok, na ez a bizonyos államok feletti szuperbankár elit, akik meghozzák a legfontosabb stratégiai döntéseket. Utána vannak az igazgatók. Ezek a bizonyos, akikre már mondtam, hogy történetesen ez most 389 személyről van szó, de ezek irányítják tulajdonképpen az át ennek a szervezett magánhatalomnak engedelmeskedő formális intézményeket is. Tehát az ENSZ, a világkereskedelmi szervezetet, a NATO-t, és így tovább. És, de ezek irányítják tulajdonképpen azt a körülbelül 45 ezer globális, 45 ezer nemzetközi vállalatot,
amelyek nagy vállalatok, de nem mindegyik globális. Minden esetre ebben a 45 ezerben nincs benne olyan vállalat, amely csak egy adott országon belül működik. Az is lehet nagy vállalat, de az nincs benne. Ezek nemzetközileg működnek. És ha valaki keresi ennek a 45 ezer nemzetközileg működő vállalatnak a tulajdonosait, akkor rájön, hogy 147 nagy bank a tulajdonosa. És ha keresi, hogy a 147 nagy banknak ki a tulajdonosa, akkor kiköt ezeknél a szuper gazdag bankár dinasztiaknál. Tehát így működik tulajdonképpen, úgy, mint egy magántulajdonban lévő szuper vállalat. Így működik. És miért lehet ezt szervezett magánhatalomnak nevezni? Azért, mert itt a közérdek az nem érvényesül. Ez tisztán profit és hatalom érdekeltségű magánhatalom, ahol a demokráciának még a karikatúrája sincs jelen. Mert ugyanis a közhatalom nála a demokrácia különböző karikatúrái megtalálható. De itt még a karikatúra sincs jelen, mert nem is színlelik, hogy az adott szupergazdag, multinacionális világcégnek választják a tulajdonosait. Tehát ilyen nincs. Itt minden öröklődik, és minden persze szupertitkosan működik, amennyire csak lehet. Vagyis a szervezett magánhatalom az nem ismeri a demokrácia semmilyen formáját, az azt ismeri, amit a liberalizmus, amikor működni kezdett, pozitívan hozott be a világ történelembe. Mert voltak a különböző despota uralkodók, akiknek abszolút hatalma volt. Mindenki más alatt való volt. Nem voltak jogaik, csak az abszolút ura. Ugye a 14. Lajos mondta, létát szémoám, én vagyok az állam, stb. Na most ezekkel szemben, amikor jött a felvilágosodás, ugye, Voltaire, D'Alembert, Rousseau és így. És jöttek a szabad könyvesek. Elsősorban most már az Illuminatus szabad könyvesekre gondolok, akik rátelepedtek a szabad könyvesek korábbi nemzedékeire, akik már a föld alól előjöttek 1717-ben, és ugye ők pedig ők csak megalakultak, ugye, hát mondjuk így, hogy 1767, de utána elfoglalták, és majd még erre visszatérek, de most nem folytatom, hanem be akarom fejezni az előző gondolatmenetet, hogy a liberalizmus, amikor elkezdte hangoztatni az önkény uralommal, a despotával, az abszolút uralkodóval szemben, hogy az alattvalók emberek és emberi jogaik és politikai szabadságjogaik vannak, csak az egy nagyon pozitív dolog volt, és ráadásul ezt közgazdasági alapon, tehát elsősorban közgazdászok kezdték gondolni, elsősorban Adam Smithre, aki a Wealth of the Nation, tehát a Nemzetek Gazdasága című művében ezt beindította. Tehát a liberalizmus kezdetben kiterjesztette az embernek a jogait, és alattvalóból állampolgár csinált az ember. De a mai degenerált idióta liberalizmus, ez semmi más, mint ennek a szuperhatalommal rendelkező államok feletti birodalmi elitnek a korlátlan hatalma, korlátlan lehetősége azzal, hogy másoknak a szabadság jogaival korlátlanul visszaérjen.
Ez a korlátlan visszaélés, szabadság, az mi ott a szabadság? Az a szabadság, az a zsarnokság egyik formája, amikor nekem meg van engedve, hogy mások szabadságával korlátlanul visszaéljek. Na ezt láthattuk tegnap is, ott, összeben. Nagyon fogják szégyelni magukat. Idő kell hozzá, nem holnap fogják szégyelni, nem is holnap után, de valamikor nagyon fogják szégyelni magukat. Azok az urak és hölgyek, akik ennek a pénzuralmi világelitnek a talpnyalóiként nem akartam más testhez mondani. Mert mondhattam. Tehát, mert az angol azt úgy volna, hogy úgy fejezik, hogy brown nose. És ha valaki a talpat nyalja, az nem biztos, hogy brown nose. Nem biztos, hogy barna orrú. De ha valami más testhez nyal, akkor brown nose. Ezt az in English ezt így mondják. Na már most, Tehát ma a liberalizmus semmi egyéb, mint ennek a szuperhatalomnak a tulajdonosai megengedik maguknak, hogy korlátlanul minden következmény nélkül visszaéljenek minden tényleges emberi joggal és szabadságjoggal. És ezt mi teszi lehetővé? Mindjárt megmondom. Ez azt teszi lehetővé, tehát ugye most már megállapíthatjuk, a liberalizmus az a szervezett magánhatalomnak a hatalommal való visszaélését jelenti. Ma ez a liberalizmus. Tehát nem az, ahogy kezdődött. 200 év alatt ez degenerálódott, elfajzott. Tulajdonképpen egy megvető dologká vált. A közérdeknek a ellenség. De ez a szervezett magánhatalom, ha próbáljuk megérteni, akkor látjuk, hogy mivel minden ellenőrzés lerázott magáról, semmilyen formában nem lehet kontroll alatt tartani, ezért a korlátlan önzésnek a rendszerévé alakult át, amely persze igyekszik magát így álcázni, meg úgy álcázni. Mi volt a zseniális ebben, hogy ezt meg tudta csinálni ez az államok feletti szuperelit? Egyébként a konkrét terv, ami most megszületett, már ott tartom rá, hogy arra vissza fogok tenni, az 1783-ban született meg egy nagy találkozón, és Wilhelmsbadban, ami ugye most Németországhoz tartozik, és ma is működő szép kis városka, de ebben a Wilhelmsbadban találkoztak az akkor már 3 milliós szabadkövetségnek a vezetői, a Ingolstadtban megalakult illuminátusok, akikből lettek a kommunisták. Ők találták ki ezt a szót is, hogy kommunista. Tehát ugye elkezdték használni a különböző ilyen fogalmakat, amit aztán a jakobinusok átvettek. De a legfontosabb harmadik, aki ott rét volt, már a már létező Rothschild dinasztia, még a dinasztia, Meyerhauser dinasztia alapító vett részt, mert még az első generációban csak meg. És már akkor kidolgozták azt a tervet, amit most valósít, most fejeznek be, most a befejezés van. Közben persze különböző könyveket írtak, különböző nagy események voltak. Az első nagy esemény, amit megcsináltak, hogy ez a nagy francia forradalomnak nevezett lényegében sok vonatkozásban szégyenletes, gyalázatos, gyilkossági folytavér, értelmetlenül. És már ott ugye kipróbálták, ami a bolsevik hatalmi rendszer volt, mert a bolseviknál azért rendelt el Lenin meg a Trocki, de ezt Lenin rendelt el, hogy mennyi embert kell havonta kivégezni, nem havonta, naponta, mennyi embert kell kivégezni,
hogy akik életben maradnak, azok engedelmeskedjenek. Mert ugye semmilyen módon nem tudták kikényszeríteni, hogy a társadalom többi része engedelj. Naponta azért kellett, és itt nem több száz, több ezer emberről van szó. Ezt a jakobinusok és az illuminátusok találták ki, de itt is nem megyek már bele a részletekbe, hanem azt akarom csak hangsúlyozni, hogy ez a bizonyos államok feletti hatalom, tehát a szervezett önzésnek a hatalma, és ma is azzal jön, amikor a liberalizmust prédikálják, hallhattuk tegnap is Strasbourgban, hogy így tulajdonképpen minden egyes embernek a joga számít. De mit ér minden egyes embernek a joga? Na most erről akarok valamit beszélni, mert innen tudjuk megérteni, hogy kik és miért adták el Európát, amiről az előadás címe szól, hogy ezek a bizonyos, tehát ez az államok feletti hatalom, ez zseniális módon létre tudott hozni egy olyan pénzrendszert, amely pénzrendszer eredményeként, hát most ezt is ide kiraktam, föl is tartom, ha mutatom, hogy szerepel Michael Hudson, aztán nemzetközi valuta, Fiscal Monitor Report, meg 152 trillió dollár, stb. Hát a Michael Hudson az a ma élő közgazdászok közül a három legnagyobb közgazdász. Tehát egyetemi tanár, persze, stb. Na most, és nagyon magas beosztásra gondolkozom. Őtőle veszem az adatot, mert ő 152 trillió dollárt mond. De vannak más intézmények, akik például 217 trillió dollárt mondanak. Ez mi ez a? Ez az az összeg, amivel a világ egésze, tehát beleértve államokat, a cégeket és az egyes személyeket tartoznak a pénzrendszerben. Mert ugyanis ez a bizonyos szuperelit a tulajdonosa a világban ma működő nemzetközi pénzre. Ő a tulajdonos. Ezt a pénzrendszert ő találta ki, ő terjesztette, ő működteti a saját zsebére. Na most mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy akinek a pénzrendszernek tartozik, tehát mondom, a legkisebb adatot veszem, amit Michael Hudson írt le, és ráadásul ő ezt 16-ban írta le. Tehát ez két éves adat. Mondom, az újabbak már 217 trillió dollárról beszél. De vegyük a legkisebb. Ez azt jelenti, hogyha a világ pénzrendszerének ennyivel tartoznak az államok, a cégek, tehát elmondtam hány cég volt, és az állampolgárok, akkor mindenki ez iránt az összeg után ennek fizeti a pénzrendszernek, a hitel után fizeti az adósságszolgáltatót és a kamatot. Vagyis nem csak a Rothschildok, de mások is, akik ebbe a kivételezett szupergazdag elitbe, hát klikbe, minden csoportba tartoznak, ezek akármit csinálnak, teljesen tehetetlenek. Mert amikor este lefeküdnek, és reggel fölébednek, szörnyűködve látjuk, hogy sok millió dollárral több pénz. Pedig ők semmit nem tettek, csak aludtak, de mégis több millió dollár a szépen gazdagította őket, a pénzrendszer ilyen. Vagyis tulajdonképpen
a világ akarva akaratlanul, amíg ez a pénzrendszer van, ennek a szuper gazdag világ elitnek dolgozik, és ő gazdagítja. Ez így van, és ez Magyarországra is érvényes. Mert ugyanis azok a Magyarországon lévő ilyen-olyan bankok, meg multinacionális cégek, és így tovább, meg egyáltalán, hát van még egy nagyon jelentős magyar államadosság. Jó, hogy sikerült valamennyire lefaragni, de még mindig van egy nagy összeg. Na most ezek mennek ezekbe a bankokba. És mondtam már, hogy végül kikötnek annál a 147 banknál, amelynek viszont már a tulajdonosai ezek a szupergazdag bankártérhez. Vagyis mi magyarok is minden évben sok-sok milliárdot beteszünk a zsebünkbe, úgyhogy semmit nem kapunk érte cserébe. Tehát itt arról van szó, hogy amíg ez a pénzrendszer van, addig ennek az elitnek a hatalma be van betonozva. Csak hogy ez a pénzrendszer, amely ma még globális, és úgy értem a globális alatt, hogy még Oroszországra is kiterjed, még mindig a szankciók dacára. És amely Kínára is kiterjed, de ott speciális módon van jelen, mindjárt elmondom, hogy miért. De ez még mindig globális pénzrendszer. Tehát még mindig a dollár és a dollár alapú hitelek dominálnak, és azt nem tévesszem meg senkit, hogy van font, meg van euró, mert az is dollár. Mert a dollár van mögötte. És ugyanez a tulajdonos elit, pénzhatalmi elit, államok feletti pénzhatalmi elit a tulajdonosa mögötte. Kína és fokozatosan Oroszország is. Ugye azt, amit Kína megcsinált, azt az oroszoknál nem lehetett megcsinálni, mert volt ott egy ilyen szabadkőműves lehetben büszkélkedett a mindenféle szabadkőműves regáliával, tehát egy megrögzött alkoholista volt, Jelcinről beszélek. És Jelcin idején a teljes pénzrendszert ez az államok feletti birodalom kisajátította magának, és bizony annyira demokrácia az Oroszország, hogy a Putyin még nem tudta teljesen visszaszállni. Pedig Putyin is az ő embereiként kezdte. Mert Putyin is a Royal Army szabadkönyvesség kádere volt. Elhelyezve az atlantista hatalom központjában mindig a KGB volt. Az mindig a nyugathoz tartozott. Azért volt az, hogy Stalin, aki ezt tudta, mindig minden 4-5 évben lefejezte. És oda raktak a saját elme. 5 évenként ment a lefejezés. Tehát amikor megjelent a helyettes, akkor ez egy darabig, néhány hónapig dolgozott, utána letartóztatta a főnökét, stb. Aztán ugyanez lett az ősorsa, hogy 5 év múlva. Mindegy. A hadsereg volt az, amely az orosz nemzeti érdekeket védte, amit nagyon nehéz védeni, mert Oroszország a méreteknél fogva arra van ítélő, hogy birodalom is legyen. Nem tud normális nemzetállam lenni a méretei miatt. Tehát mindig birodalomként is kell működnie. Ennyit az oroszokról. Tehát oroszoknál, Putyin persze, amikor kiemelkedett a KGB-ből és kormányba került, először miniszter, miniszterelnök, aztán elnökre, ő megszakította minden kapcsolatát a Royal Army-kal. De Angela Merkel nem szakított a szabadkönyvesekkel. Úgyhogy csak mondok egy példát, hogy van, aki nem szakított, van, aki ezt nem tette meg. A Macron az meg egy idióta szabadkönyvesekkel odarakcacsal kész. Megyek tovább. Tehát Kína, na ott van a kutya elásva. Mert Kína
amikor meg akarták csinálni a narancsos, bársonyos, ilyen-olyan, amolyan, rózsás, szegfűs, akármilyen forradalmat, hát Kína bizony, ugye 1989. július 5-ről van szó, ugye? Amikor ugye már ott voltak az összes nagy szakértők, ugye, akik ehhez értenek, és tehát akik kidolgozták ezeket a ilyen-olyan színes, bársonyos hatalomátvételeket, azok mind ott voltak Pekingben, és irányították a diákokat. De végül is a Deng Xiaoping, akinek akkor már semmilyen rangja nem volt, mert ő Mao Zedong idején lett a kínai kommunista párt főtitkára. Mao Zedong az elnök volt, ugye Chuan Lai a minisztere. És Mao Zedong kétszer elvitte Moszkvába magával a Deng Xiaopinget. És úgy mutatta be például Russzsónak, hogy ez egy kis ember, de rettenetes nagy esze van, mondta Mao Zedong Deng Xiaopingről. Na most ez a rettenetesen nagy eszű ember, ez a kicsi ember, ez már semmilyen rangja nem volt, más volt az elnök, más volt a miniszterelnök, más volt a pártfőtitkár, de mégis ő volt, akire mindenki hallgatott, és aki a végső szót kimondta. Rang nélkül, nem volt rangja. És amikor már hónapok óta ment a tüntetés, sokan akik nézhet, mert régi dologról beszélek már, mert ugye 89 az lassan már 30 éve, ugye? Szóval a helyzet az, hogy megszólaltak a fiai, azt mondja, apa, hát ha nem vered ezeket le, akkor mi belünk palacsinta lesz? Döntsd el! Azt akarod, hogy mi palacsinták legyünk, mert mondtad, hogy verjed el palacsinták legyünk. És akkor a Deng Xiaoping mégis összeszedte magát, és úgy döntött, hogy lecseréli azokat a hadosztályokat, amelyek Pekingben voltak, mert azok már összebarátkoztak. Mert ugye ott voltak a legzseniálisabb ilyen narancsos pucskínálók, amerikaiak. És hát erről is lehetett külön előadást tartani. És akkor ezeket a hadosztályokat kivonták Pekingből, és fölhozatott egy másik hadosztályt, és kész. És azok rámentek tankkal a diákokra. Na most igaz, hogy meghalt közel 1000 diák. Igen ám, de ha megnézzük, hogy az átállás, a kommunista diktatúra tervgazdaságáról való átállás, a piaci jellegű, tehát lényegében kapitalista jellegű gazdaságra, hogy az micsoda elképesztő, az több, mint Oroszország esetében, olyan sok kárral járt, tehát először is elveszett a teljes vagyon, mert 7 zsidó oligarchának lett a tulajdona különböző cselekkel, most ebben nem akarok belemenni. Ma is az övéké, mert amikor a Putyin hatalomra került, akkor az volt a deal, a kompromisszum, hogy nem veszem el a rablott vagyonokat. Mert ő egyébként privatizációs miniszterként kezdte. Nem veszem el. De a politikához kus. A nem szólaltok. Ha beleszóltok, akkor előveszünk, hogy milyen bűnöket követtek el. Hodorkovszki ezt megszegte, hát 10 évet ült, és jó, hogy most változom a védek. Na lényeg az, hogy Oroszországnak összeomlott a pénzrendszere, és olyan mélyre süllyedt, hogy kisebb volt a gazdasági teljesítménye, mint Olaszországé. Annak a hatalmas birodalomnak. És nem csak arról van szó, hogy a bányászok nem kaptak fizetést, meg a pedagógusok nem kaptak fizetést, a katonatisztek nem kaptak fizetést.
Fél évig nem kaptam fizetést. Úgyhogy elképesztő módon ki lett rabolva az ország. El lett adósulva, stb. Soros György technikai szerint ő oda küldte Jeffrey Sachs-et, aki az ő embere volt, most már nem annyira szeretik egymást, de akkor még az ő embere volt. És ugye egy évben leakasztott 500 milliárd dollár. Nem magának egyedül, de ennyi. Tehát összeomlasztották, ez volt 98-ban, összeomlasztották, oroszották. Na ez jelentette az, hogy egy ilyen iszákos, szabadkönyves gazember volt az elnök ott, a Jelcinről beszél. De Kína, most ezt abba hagyom, mert itt is sok mindent el lehet, visszamegyek Kínára. Kínánál ezt a narancsos, gyümölcsös, vásonos hatalomvétel, ezt elintézte a Deng Xiaoping, de utána teljes mértékben átálltak a modern kapitalista gazdaságra. Méghozzá úgy, hogy megtartották nem csak azt, hogy ugye az még mindig kommunista pártállam van, még mindig pártdiktatúra van, egy párt van, stb. De nem csak erről van szó, hogy bizonyos fegyelmet megtartottak, mert azért minden évben több száz kínait végeznek ki. Például korrupcióért minden évben több százan kivégeztek. Ez ma is így van. Hanem a legfontosabb különbség, és ez a lényeg, hogy nem engedte meg Deng Xiaoping, és az utódai folytatják ezt, hogy bevezessék a pénzkapitalizmust, hanem kitartottak szigorúan a gazdasági kapitalizmus mellett. Na most a gazdasági kapitalizmusnak az a lényege, hogy a pénz az megy a gazdaságba. Igaz, hogy kapitalizmusban olyan nincs, hogy nem adósodok el. Mind, aki kapitalista rendszerben van, az eladósodik. Igen ám, de ők azt mondták, hogy nem adjuk át a pénzrendszert sem, megtartjuk a kínai államnak a tulajdonában. Vagyis, hogyha egy kínai vállalat, és ezt nem tudja elkerülni, olyanok a körülmények, ahogy a többi eladósodik, ő is eladósodik. De amikor az eladósodási szintje eléri azt, hogy tulajdonképpen már a profit adósságszolgálatra meg kamatra megy, akkor az állam elenged az adósságot. Elengedem, hogy nehogy tökre menjél, mert meg kell a munkahely, meg kell a terméket, meg kell az, hogy a piac is kell, hogy tudjál vásárolni. És ezért Kínának az az ipara, elsősorban a tengerparti nagy iparvárosokra, amelyek exportra termelnek, azok dollárban nagyon profitábilisek, tehát nagyon profithozók. Ugye Kínának ezért van, azt hiszem 2,5 vagy 3000 milliárd dollárja van, most az aranytartalékról nem beszéltem. Csak ugye az a baj ezzel a pénzzel, hogy nem tudja igazán arra költeni, amire szeretné, mert hát Amerikában a dollárt el kellene fogadni, de Kínától nem fogadják el. Tehát nem vehet egy kikötőt, vagy egy repülőgépgyárat, akár még autót, szállodát vehet, meg kisebb ilyen dolgokat vehet, meg exportálhatja a fehér neműt, meg a ruhát, meg a mit tudom én. És ezért kénytelen Kína Afrikába elkölteni a dollárt, mert a dollárvilág pénz, ugye afrikaiak nagyon örülnek neki. De nem a kínai gazdaságnak ez csak az exportra termelő része. Tehát Kína teljesen a saját lábán áll. Hogyha
Nem lehet vele mit kezdeni. Mert hogyha leállna az export része, hát akkor azt tudnád csinálni, hogy export helyett belső piacra termel. Persze a belső kereslete nem tudja ezt még fölszívni, mert az még nem keresnek. Nincs elég millió, aki jól keres. Bár ezt is csinálják, mert rengeteg olyan akciót csinálnak, hogy az állam adja ezeknek a pénzt, hogy felnevelje a saját piacát. Hát legyen kínai kereslet a kínai árura. De itt a dolog lényege mégis az, hogy mert miben különbözik a pénzkapitalizmus a gazdasági kapitalizmustól? Abba különbözik, hogy a gazdasági kapitalizmus a pénzt és a profitot, a hozamot beviszi a reálgazdaságba, az ott értéket állít elő, áru, szolgáltatás, és gyarapodik az ország, és a pénz is így gyarapodik. Igen ám, de ha én a pénzt úgy gyarapítom, hogy előbb beviszem a reálgazdaságba, akkor ott a pénz gyarapításának komoly korláta van. Mert akár hogyan és akár milyen mértékben a reálgazdaságot nem lehet növelni. Annak nagyon komoly korlátai vannak. A pénzkapitalizmus pedig pénzből csinálja a pénzt. Vagyis tulajdonképpen a pénzt forgatja, elsősorban nem a termelésen, hanem a kereskedelmen és a pénzzel kapcsolatos különböző tranzakció, és itt a jövedelem csinálásnak a felső határa a csillagos ég. És valójában az első világháborúnak is ez volt az igazi oka. Mert ugyanis Németország különösen 1870 és 71 óta, amikor ugye megvolt a francia-német háború, majd egyébként harmadik Napóleon, a franciák kezdtek, nem a németek, csak válaszoltak. Olyan gyorsan, dinamikusan fejlődött a német reálgazdaságon, miben benne volt az a német kultúra, amit most ugye letagadnak, német kultúra nincs, csak városi milliók vannak. Mi az, hogy nincs? A legnagyobb matematikusok, a legnagyobb természettudó, az a, például a szerves kémia, az is ott született Münchenben. És ne beszéljünk már az irodalomról, a német irodalomról, a Goethéről, a Schillerről, és a többeikről is. És a nagy képzőművészet, és a zenészek. Hát mi? Hennyi Mozart, Beethoven, Brahms, és így tovább, most már nem is tudom kicsora. Hát mi? Miről beszélnek? Nincs német kultúra? Igen, ezt mondják. Legutóbb, mikor Németországban voltam, tavaly augusztusban, egyben is hallottam, német kultúra nincs, ez egy hülyeség. Városi milliók vannak, kész. Úgyhogy persze ez a szabadkőves idiotizmusnak a következő. Na most, tehát Németország tehát elkerülhetetlenül az akkor még világbirodalmat irányító Angliának egy olyan versenytársává vált, amely a győzelem. Mindenben jobbak voltak. Mindenben, az égvilágon mindenben. És ezért az a pénzhatalmi világelit, amely akkor már ott megvolt, úgy döntött, hogy ezt a gyalázatos Németországot ezt eltünteti a földszínéről. Ezt megsemmisíti. Tehát a háborút nem a Ferenc Ferdinánd meg Szarajevó, nem, meg Bánya Luka, nem. A Bánya Luka, nem azt csinál. Ez a bizonyos pénzuralmi világ elit csinált, amely egy titkos kormányt hozott létre. Megvan a nevek, hogy kik voltak benne, tudom, és a mostani könyvemben, ami hát még csak a fele van meg, és Trianon kapcsán az első világháborúról is szól, mert számunkra az első világháború az végül is trianoni gyalázatot jelenti.
És ugye egyáltalán nem az volt a háborúk, amit ma is hivatalosan tanítanak. És a szomorúság az, hogy egy Romsi Csinkrác, aki az egyik legjobb történész van Magyarországon, ezt nem hajlandó elismerni, mindent elmismásol, ami erre a legutóbbi könyvéről is beszél. Hogyan veszette le Erdélyt? Tehát, vagy Erdély elvesztése ez a cím. Na mindegy. Visszatérve. Tehát Németországot ezért kellett megsemmisíteni. Most ugorjunk egy nagyot azért, hogy eljussunk a mához, és tudjunk válaszolni arra a kérdésre, hogy kik és mennyiért adták el Európát a muszlimoknak. Ez a kérdés, erre kell válaszolni. Annyit azért nem árt tudni a muszlimokról, hogy ez egy sok szempontból középkori primitív vallás. Még akkor is, hogyha megadjuk a kötelező tiszteletet, mert az egyik legsikeresebb, hanem a legsikeresebb világvallás. És hát én nekem ezeket a világvallásokat végig kellett ám tanulni. Nem a jogon, ott nem tanították, de én jártam filozófia szakra is a bölcsészkaron, ugyanazon az egyetem. És hát ott persze tanultuk a zsidó vallást, a keresztény vallást, de tanultuk a kínai univerzizmus, az indiai hinduizmus, a buddhizmus, a sintoizmus, szóval, és természetesen az iszlámot is tanultuk. Tehát szisztematikusan ezeket én végig tanultam, és vizsgáztam is belőlük. Most csak annyit mondhatok, hogy az iszlám nem hajlandó elismerni, hogy a másik vallás az ugyanannyit ér, mint az övé. Haj pedig, sőt, azt mondja, fogadd el, mert különben megöllek. Teszek ez alól két kivételt. Hogyha a könyv híve vagy, az a Biblia, vagy keresztény vagy egy zsidó, akkor adófizetés ellenében tovább gyakorolhatod a vallásodat, de nem vagy velem egyenjogú, mert te tévhitekben vagy. Mert például a kereszténységre azt mondják, hogy az több isteni. Mi meg azt elítéljük. Mi nem fogadjuk el görög dolgokat, amit ugye volt az antropomorfoliteizmus, az ember alakú sok-sok isten, mert ugye a görögök játékosan minden ember gyarlóságot fölvittek a istenek világába, azzal a különbséggel, hogy az istenek nem haltak meg úgy, mint az ember. De egyébként semmi különbség nem volt köztük. Az istenek ugyanolyan gyarlóak voltak, meg na mindegy. Tehát az iszlám ezt nem fogadta. Azt mondta, ha van atya, meg van fiú, meg van szeretsz három isten. Ez több isteni. Ezt nem fogadta. Ez ide. Csak egy isten van, egyetlen isten van Allah, és annak egyetlen profétája van Mohamed, azért egyetlen, fontos, hogy egyetlen profétája. Mert ugye a keresztény vallásnál, ha valaki úgy gondolja, hogy ő most Istennel beszél, akkor elvonul, imádkozik és beszél Istennel. Az iszlám ezt nem tudja megtenni, mert csak Mohameden keresztül. Tehát Mohamed megkerülésével nem tud Allahhal kapcsolatba lépni. Következésképp neki először a Mohamed által itt hagyott, hogy is mondjam, hát ugye van a Korán, meg aztán vannak a különböző szentkönyvek, amik az ő életének a különböző eseményeit, ezekkel az a baj, sok ilyen könyv van, csak ezzel az a baj, hogy Mohamed életének minden percére 20 esemény esik. Mert ezeket utólag, úgyhogy időnként ezeket mindig meg kell rostázni, hogy mondjuk egy életének egy napjának 24 órájára, akkor ne essen annyi esemény, ami egy nap alatt nem történhet meg, ezt csak azért mondom, hogy itt rengeteg
De az igazi probléma az, hogy egy ilyen agresszív vallással szemben, amelyik ráadásul azt mondja, hogy mit akarnak az európaiak. Mi ide jöttünk, és minden a miénk. Mert Allah teremtette, ami nem az európai emberek kemény munkával hozták létre, méghozzá úgy, hogy az ő kultúrájuk a görög-római magas kultúrára és a keresztény erkölcsi értékrendre alapozódik, és hát a tudományosságra sem. Nem! Ez minden, ami itt van, az Allah hozta létre, és az a miénk. És mi a sajátunkat veszük vissza. Mert Allah nem a pogány kafiroknak, a hitetlen európaiaknak adta mindazt, ami itt van Európája, hanem a hithű muszlimoknak. Tehát így gondol, rendkívül agresszívak, és gyilkolnak. Tehát aki egy ilyen vallással szemben toleráns, ő is gyilkos. Tehát amikor jönnek az idióta liberálisok, meg az idióta jelenlegi szabadkönyves pápa. A pápa az egy szabadkönyves, és a szabadkönyves idiotizmus hirdeti. Kész. Nem szabad itt kéne mellé beszélni. Az igazi pápa az a német pápa. Ez egyébként a pápaság történetében volt 30 ellen pápa. Tehát ez egy ellen pápa, nem, tehát ez tulajdonképpen ez a pénzhatalmi világ elé, ugye hát az első jezsuitás, és a jezsuitákról tudni kell, hogy a jezsuitákat ez az államok feletti hatalom hozta létre a katolikus egyháznak a kontrolljára, az ellenőrzésére. Ez egyértelmű. Na most, tehát amikor erről beszélünk, hogy az az embersége, ha én egy gyilkossal szemben toleráns vagyok, vagy egy olyan valakivel, akiből terrorista lesz, meg megerőszakolják tömegesen őket, meg megölik, akkor ez a tolerancia, ez bűncselekmény. Ez nem valami humánus emberi dolog, mert ha én teljesen értelmetlen toleráns vagyok az intoleranciával szemben, akkor én is intoleráns vagyok. Tehát ezért az idióta szabadkönyves liberálisoknak ezt állandóan az óruk alá kell dörgölni. Ha te a gyilkosságig és a terrorizmusig elmenő intoleranciával szemben toleráns vagy, akkor te is intoleráns vagy. Pont az ellenkező. Ez az, amit én állandóan mondok, hogy a liberalizmus valamikor pozitív volt, de ma már a szervezett magánhatalomnak tulajdonképpen a hamis ideológiája. Mert ez már nem a szabadság ideológiája, hanem a szabadsággal való visszaélés ideológiája. És maximálisan el kell vetni, és el kell ítélni azokat, akik ezt hirdetik. Különböző egyéni önző érdekből. Na most menjünk tovább. Az iszlám természetesen nem most először fenyegeti Európát. Hát amikor 630-ban, ugye Mohamed halála után, ugye eltelt 100 év, Indiáig eljutottak, és azért ott jó nagy területek vannak. Hát gondoljuk Irak, Irán, a mai Pakisztán, stb. És eljutottak egész Észak-Afrikán át, egészen az Ibériai félszigetig, gondoljuk El Andalus kalifátus, Kordobai kalifátus, egész fölmentek Párizsig, Poitiersig, ahol Martel Károly 731-ben megállította őket. Martel Károly az volt a Nagy Károlynak, a Sármánynak volt a nagyapja. Az ő unokája volt a Nagy Károly uralkodó. Tehát Martel Károly is visszavetette őket az Ibériai félszigetre, és hát ugye jó sokáig ott voltak egészen addig, amíg ugye Kasztília és Aragónia nem egyesült, és ugye Ferdinánd meg Izabella a lényeg elfoglalta a kordobai kalifátust, a halomra becsett, és
stb. És utána megindult ugye a katolicizmus, aminek egyébként nagyon fontos szerepe volt abban, hogy ez a pénzuralmi elit, amely ma a világhatalmat már megszerezte és gyakorolja, ez akkor egy nagyon nagy lendületet kapott, mert egyébként Ferdinánd és Izabella mondta azt nekik, hogy ugye zsidók vagytok, legyetek katolikusok. Ha nem tudtok katolikusok lenni, akkor menjetek Dél-Amerikában, már megvolt a dél-amerikai gyarmatok, már megvoltak már akkor, ugye felfedezték Hispaniolát, a Dominikon, meg Haiti, aztán Kubát, aztán jöttek ugye a mai Mexikó, Spanyolország volt, akkor volt Peru, Alkirályság, Spanyol Alkirályság, volt La Plata, Spanyol Alkirályság, stb. Négy Spanyol Alkirály. Vagy menjetek Németalföldre. Németalföld ekkor oda tartozott Spanyolországhoz. Németalföld az a mai Hollandia, Belgium és Luxemburg. Tehát a Beneluxon. Az csodás. Azt mondták, hogy vagy menjetek oda, és valóban rengeteg, akik teljesen a kordovai kalifátusban az összes pénzügyet mind zsidók intézték, ezeknek egy része katolikus lett, egy másik része elment Latin Amerikába, egy jelentős része elment ugye a mai Beneluxokhoz, például Amsterdamba, stb. Azonnal a pénzügyeket fellendítették meg, akkor megalakul a holland-indiai társaság, stb. De jelentős részük Törökországba ment, amely rendkívül befogadó volt, és Törökországban bizony a mai napig, ezt ne felejtsük el, hogy Törökországban Tesszaloniki, a mai Tesszaloniki, Szalonikának hívták abba az időben, ott egy nagyon nagy zsidó közösséggel a mai napig, több mint 40 vagy 50 ezer, de itt volt egy nagyon jelentős zsidó közösség, ez a Dömer zsidó, akikről annyit kell tudni, hogy annyiban hasonlítanak azokhoz a spanyolországi zsidókhoz, akik katolizáltak, de nem lehetett tőle tudni, hogy most tényleg katolikus vagyunk, és akkor jelentkezett a Torquemada, aki megalapította az inkvizíciót, és azt mondta az uralkodóknak, hogy én megmondom, hogy ki lett katolikus és ki lett zsidó, én megmondom, ki maradt zsidó. Ezt ő onnan tudta, akiből az inkvizíció vezetője lett, onnan tudta, hogy ha zsidókkal házasodtak, akkor megmaradtak zsidók. Ha a zsidók nem zsidókkal házasodtak, akkor valóban katolikusok lettek. Na most ugyanez a Dönmechnél, Törökországban, ez is úgy jelentkezett, hogy itt ugye megjelent a zsidó messiás. Hallottak róla? Hát megjelent a zsidó messiás, aki ugye mondta, hogy hát ő azért van itt, hogy tulajdonképpen a zsidó népnek a sok ezer éves vágyát teljesítse, és rengeteg követője lett neki. És aztán hát a szultán ezt a messiást, ugye, úgy hívták, hogy Jacob Szabadtai, ez volt a neve neki. Tehát letartóztak, és megkérdezte tőle, hogy te vagy a zsidó messiás? És akkor azt mondta, hogy igen. Na jó, akkor én most kivégeztetlek. Vagy gondolkodj rajta, és ha rájött, hogy mégse te vagy a messiás, akkor szóljál. És akkor a Szabadtai Cévi jelentkezett a fogdából, a fogdaorvoson keresztül, hogy meggondoltam. És akkor a szultán azt mondta, ha meggondoltad magad, akkor legyél tisztességes török, legyél Mohamedán, legyél muszlim, járjál török ruhába.
stb. És menj haza Szalonikába, és mondd meg te, Szabadtai Cévi, mondd meg a követőidnek, hogy ugyanezt tegyék. És akkor a Cévi hazament, és összehívta több 40 ezer követője. Összehívta őket, és mondta, hogy nézzétek meg, én török ruhába járok, muszlim lettem, de ha hazamegyek, ugyanolyan zsidó vagyok, mint aki eddig voltam. Csináljátok ti is ezt. Na most ilyen, ez a közösség, ez a zsidó közösség ma is megvan, kívülről Mohamedán, otthon zsidó, és van egy magyar vonatkozása is, amit nem árt, ha tudunk, mert Nicolas Sarkozy, mamája, nem az apja az egy magyar ember. A mamája az egy Dönmech közösségből származó orvosnak a leánya. Tehát ő neki Dönmech szálak vannak. Hát ezt csak ezért mondom, de menjünk gyorsan tovább. Szóval ekkor nagyon megerősödött a pénzügyek intézése Németalföldön. Mondom, létrejön a Holland Indiai Társaság. És mivel a zsidók ki voltak tiltva Angliából a spekulációs tevékenységük miatt, amit sehogy se tudott egyik király se megfékezni, és végül az egyik arra kényszerítette őket, hogy távozzanak. Na most több mint 300 évig nekik nem szabad volt a brit szigeteken élniük. Ekkor volt az, hogy egyébként a pénz az egy fadarab volt. Tehát Angliában több mint 300 évig egy telisztik nevű fadarab volt a pénz. Kitűnő pénz volt, nem lehetett hamisítani, de ez nagyon jól nem volt vele semmi probléma. Ha valaki jár Londonban, és elmegy a Bank of Englandbe, a City of Londonba elmegy, akkor ott a telisztik különböző változatait megnézheti, azért nem lehetett hamisítani, mert úgy volt megfelezve, hogy az egyik fele a királyi kincstárban volt. Tehát nem lehetett hamisítani, mert a telli az azt jelenti, hogy megfelel, hogy pontosan megfelel. Tud telli. It has to be telli. Tehát, hogyha megfelel a kincstárban, akkor az eredeti pénz volt. Egy ilyen fadarabé lehetett venni egy kastély Skóciában. Szóval egy nagyon jó pénz. Úgyhogy, tehát ez is mutatja, hogy a pénznek nem az a értéke, hogy miből van, hogy arany, meg mit tudom én. Nem ez a pénz. Na, menjünk gyorsan tovább. Lényeg az, hogy Amsterdamból el tudták intézni, hogy amikor Cromwell Olivier megcsinálta maga forradalmát, mert ő egyházi vezető is volt, stb. Hát ő bizony az utasításokat és a pénzt azt Amsterdamból kapta, bizonyos Izraelben nevű zsidó bankártól, aki rabba is volt. Jött az utasítás, ha végrehajtotta, akkor jött a pénz. Na ennyit Cromwell Oliverről, a nagy angol forradalmáról. De lényeg az, hogy visszatértek a zsidók Angliába, és ez ugye a 17. század közepe, 1600-as évek közepében vagyunk, és 1696-ban létrehozták a Bank of England-et, amely a második központi bank volt, a nagy találmány, mert ugye az egész sztori, amit én most mondok, hogy tudjuk hová tenni, hogy jött létre az a pénzrendszer, amely ma uralkodik a világ felett, amely miatt mi ennek a néhány száz szupergazdag bankár dinasztiának dolgozunk, akár akarunk dolgozni nekik, akár nem.
És Magyarország se kivétel, mert Magyarország is integrálva van a nemzetközi pénzrendszerben. Mondom, az egyetlen, amely ki tudja magát vonni alul a részben, ez Kína. Azért, mert nem vette át ezt a berakét. A kínai központi bank nem adta át a funkcióját. Se a nemzetközi valótnak, se a világbanknak, se a bázeli nemzetközi fizetések bankjának, Bank of International-et. Semmi. Ez ők külön utakon járnak. Ők az ipari kapitalizmus útját járják, és ezért a jövőt, ha ma jövőt akarjuk tudni, Kínára kell nézni, nem Párizsra. Ugye? Vigyázzó szemeteket Párizs. Nem, már rég semmiféle. Párizsban csak tulajdonképpen undorító dolgokat lát az ember, hogyha valaki ismerte a régi Párizst. Én elég sokszor voltam ott, és dolgozni is voltam ott, tehát mint a szavareparás. Úgyhogy, na, menjünk tovább. Szóval a lényeg az, hogy ez a pénzrendszernek az volt a lényege, hogy a Bank of England az átvette a szuverén uralkodótól a pénzkibocsátás jogát. És ez úgy kezdődött azzal a technikával, hogy mi pénzváltók, mi megőrizzük az aranyat, ennyi arany, van egy ilyen arany, ez a tied, mi őrizzük, vagy ez a miénk, akkor kiadunk neked egy cédulát, hogy nálunk van, mit tudom én, egy uncia aranyat. És hogy ne cipeld magaddal, amikor üzleteket csinálsz, használd a papír. De ha kell, ténylegesen kell, akkor gyeres bármikor, aki felmutatja ezt a papírt, odaadjuk neki az aranyat. De hamarosan rájöttek, hogy egy unciára két papírt is kell eladni. Ez a lényegében bankjegy. Ez volt a bankjegy. De aztán arra rájöttek, hogy tulajdonképpen nem csak kettő, hanem tizet is ki lehet adni, és ki is adták. És ha mindegyikért csak 3%-ot kértek, az akkor is 10-ért, az már 30%. Itt 10 körül megálltak. Nyilván azért, hogy bizonyos egyensúly azért megmaradjon. Lényeg az, hogy az uralkodók ezután tőlük vettek pénzt, amit maguk is kibocsátottak volna, és elkezdtek kamatot fizetni rá. Na így, nem, ezt sem folytatom, de ez volt tulajdonképpen a dolognak a lényege. Ezért a központi bankok fontos szerepet játszanak a jelenlegi pénzuralmi világrendben. És most tényleg már óriás lépésekkel megyek, mert amikor Carol Quigley, ez egy nagyon tekintélyes amerikai történészről van szó, aki a Georgetown Egyetemen volt a történelem tanszéknek a vezetője, és az amerikai tábornoki karnak is a történelem tanít, de tanított a nagy egyeteken, az MIT-n, a Harvardon, a Princetonon, stb. És azon kívül olyan megengedték neki, hogy a szupergazdag bankár dinasztiák a legtitkosabb magánarchívumokba is beengedték, mert az ő emberünk volt. És ez a Carol Quigley egyébként az amerikai történésztársaság elnöke is volt, és amikor Clinton elnök, ugye ő kétszer mondott inauguration speech, tehát amikor bemegy a Fehérházba, csak egyetlen egy tanáráról emlékezett meg, de arról kétszer. Tehát mindkét beszédében, és ez a Carol Quigley. Most ez a Carol Quigley, amikor kutathatott a magánarchívumokban, beleért, hogy ennek a pénzuralmi világrendnek a központja, az, ha nem is a súlypontja, de a központja, az mindig Angliában van, és a City of London, ennek a birodalomnak, amiről beszéltem, a főváros. Mert City of London az úgy van álcázva, mint London egyik kerülete.
de az egy külön állam. Ugyanolyan külön állam, mint a Vatikán Rómában. Vagyis külön alkotmánya van, külön törvényhozása van, külön rendőrsége van, külön kormánya van, tehát megvannak a határai, stb. Külön állam. És ez az állam annak a zsidó pénzhatalomnak a központja, amely a brit világbirodalmon belül létrejött, mint egy matrioska baba, nagy matrioska baba. Ismeretes, hogy mi a matrioska baba. Hogyha lecsarolom a fejét, akkor előveszem a kisebb matrioska babát. Na most a matrioska baba, most ez azt jelentette, hogy a koronagyarmatok, azok nem a brit világbirodalom kormánya, az nem a brit uralkodóhoz tartoztak, hanem a City of Londonhoz. Miért hívták koronának? Mert a koronához azt asszociáljuk, hogy a brit királynak van egy koronája. És az a brit korona, és az a brit állam. De nem erről van szó, nem. Hanem a City of Londonban van egy klub, amelyet úgy hívnak, hogy Corona Club. És ebben székel a City of Londonnak a kormánya. És a brit gyarmatvilágból az igazi brit kormányhoz csak a fehér gyarmatok tartoztak. Úgy, mint ami gyarmat volt az Egyesült Államok, amikor már ugye elszakadt, akkor nem, de Kanada igen, Kanada, aztán Ausztrália, Új-Zéland, és később, amikor megtámadták ugye a dél-afrikai búrokat, hollandusokat, megtámadták, akkor még Dél-Afrika. Tehát ezek tartoztak az igazi brit kormányhoz. A koronagyarmatok közé tartozott felsorolnak egy párat. India. De India alatt nem a mostani Indiát kell érteni, hanem azt az Indiát, amihez a mai Pakisztán és a mai Bangladesh is hozzátartozik. Tehát ez volt a koronagyarmatok gyöngyszeme. De ide tartozott az összes afrikai gyarmat, mondtam Dél-Afrika kivételével, beleértve nem csak a fekete gyarmatokat, hanem még Szudánt és Egyiptomat is. És természetesen ide tartottak a Karib-tengeri szigetek, ide tartozott Hongkong például, az is koronagyarmat volt. Úgyhogy, na most a koronagyarmat az azt jelentette, hogy ott a brit birodalom belül zsidó pénzuralom volt. Magánhadseregekkel, mert például a szipoly lázadást is magán. A szipolyok azok fölbérelt ilyen magánhadseregek voltak, ma is ugye a zsoldos hadseregek magánvállalkozásban működtek. Ez is zsidó találmány. Úgyhogy és ugye például a szíriai háborúban már Afganisztánban megjelennek, és Irakban már főszerepet játszanak a bérelhető magánzsoldos hadseregek, jó. Profitér és Szíria, az meg teljesen, ugye most még Idlib tartomány a hátra. Na most, menjünk tovább. Tehát ez a koronagyarmatok, ez, hogyha itt például volt egy brit állampolgárnak, volt egy ügye a koronagyarmaton, pénzkövetelése, vagy akármi, nem fordulhatott brit bírósághoz. Csak a koronabírósághoz fordulhatott. Természetesen kívülről a brit világbirodalom hadserege védte ez, de azért belülről nem, mert ez a pénzhatalom által felbérelt magánhadseregek intézték az ügyeket. És már akkor is nagyon tisztességesen, mert például a szipolylátadásnál, ugye ez egy takarékos pénzuralmi rendszer, hogy sporoljanak a pénzzel, az ágyú elé kötöztek 15-20 indiát, és akkor sütötték el az ágyú. Mert ez így takarékos volt kivégezni. Úgyhogy ezt egyébként még a Verne Gyula is megújja, mert ha
valaki a szipolylázadásról írott Verne Gyula könyvet elolvassa, akkor Verne ezt, Verne, egyébként a Verne Gyulát, én nagyon sajnálom, hogy már nem olvassák itt be, technika túl haladta, de azért nagyon sok okos dolgot írt. Na most, menjünk tovább. Tehát ez a pénzuralmi világelit eljutott oda, hogy megsemmisíti Németországot. Ez 20 évig készített elő. Ezt, hogy hogyan csinálta, ezt írom én most meg a könyvben. Na most, amit látjuk, ez is egy gyalázatos dolog. Mert minden igyekeztek maximálisan álcázni, most csak egy dolgot beszélek, Belgiumról. Belgium semlegességének a megszegése miatt ugye lépett be Anglia. Na most miféle semleg, minden már le volt játszva Belgiummal, ugye? És ráadásul Belgiumon keresztül volt képes Németország háborúzni. Mert olyan óriási pénzekért tudott ez a pénzuralmi világelit, amely akkor már Amerikát a kezében tartotta, már a Federal Reserve-ben 13-ban tette valahol azt a pénzrendszer, az övék volt, korlátlanul tudtak hitelekedni 30-40-50%-osan. És tulajdonképpen a háború úgy ment, hogy Belgiumon keresztül ment az élelem, ment minden, ami a tulajdonképpen a hadihajó blokkádja miatt, mint nyersanyag, nem tudta elérni a német hadipart. Tehát tulajdonképpen ez a pénzuralmi világelit szabályozta Németországnak a teljesítő képességét is. És amikor úgy döntött, hogy már most már dögre kerestem magam, tovább nem lehet a németeket gyengíteni, nem fognak tudni fizetni. Mert kimérték, hogy ne csak a győztesek vegyék fel a óriási hadikölcsönök után, fizessék meg ugye a kölcsönöket, a kamatostól, hanem a vesztesek. Úgyhogy, jaj, lassan már be kell majd fejeztem, mert múlik az idő. Szóval lényeg az, hogy erről is semmit nem tudunk. És itt, hogy mennyire előrelátó társaságról, erről már beszéltem a Carol Queenie-ről, a nagy történészről, aki miután a magánarchívumokba beengedték, mert az ő emberük, mert ott is az erről ő írt egy 2000 oldalas könyvet. A rövidített változata van meg nekem, az 1200 oldalas. De az is elég részletes. És abban van benne például az, hogy igenis ennek a pénzuralmi világelitnek van egy olyan világprogramja, hogy a központi bankok segítségével magántulajdonaként irányítja a világ pénzrendszerét, és ezáltal tulajdonképpen feudális uralmi rendszert hoz létre globálisan, amelyet magánemberek irányítanak a rendszeresen megtartott évi találkozókon, lásd Bilderberg, lásd Davos, és így tovább, trilaterális bizottság, külkapcsolatot tanács, és így tovább. Tehát, és ezt leírta. Na most ezek után, hogy ez, mert ezt ők nekik írta, de mi volt a könyv címe? Tragedy and Hope, tragédia és remény. Mit jelent ez? Carol Queenie úgy gondolta, hogy az az emberiségnek a tragédiája, ha nem fogadja el önként ezt a pénzuralmi világrendet, hanem ellenáll. Ez egy tragédia, mert el fog pusztulni. És a hope, a reménység az, hogy nem fog ellenállni, és elfogadja. Tehát ennyire az ő emberek van. De ő is kedvesztetlen. Minden esetre egy másik művében, amit már életében nem adtam, én csak halálottam, az is szintén megvan nekem. Azt is most dolgozom föl. Na most csak annyit akarok mondani, hogy ő nagyon-nagyon hibáztam, mert történész volt, hogy a pénzuralmi világelit minden adatot letitkosított, vagy megsemmisített, és eltüntetett. És így nem lehet tudni,
az első világháború előkészítésének és lefolyásának valódi történetét ma sem. Na most hol vannak az anyagok? Én négyet fogok megemlíteni. Négyet. Az első és a legtöbb, amit Edgar Hoover, aki a belgiumi programnak az irányítója volt, mérnök volt, a Rothschildok nagyon bíztak benne, mert mérnökként rengeteg gyémántbányát szerzett neki. És ezért lett belőle amerikai elnök is. De ekkor még csak ő volt ennek az úgynevezett segélybizottságnak, amely mondom többek között lehetővé tette, hogy Németország még tudja tovább a háborút, mert még kellett a további eladósítás. Dögre keresték magukat a helyzet. Na már most, itt az volt, hogy ez kapott több ezer amerikai katonát, tiszteket, akiknek az volt a feladata, hogy a háború vége után az összes nagyobb háborús országból összegyűjtsék az állami dokumentációt és a vezérkaroknak a dokumentációt. Egyedül Lenin és Trocki 25 vagon dokumentációt adottak, mert ugye Lenin és Trockit is a nemzetközi zsidóság finanszírozta. Trocki a Jacob Schiff finanszírozta New Yorkból, Lenin pedig a Warburgok, Németország. Na most, tehát Leninék átadtak ennyit, 25 vagonnal. De még a német, az első német kancellár, aki a második Vilmos, ugye azt lemondásra kényszerítették, és Friedrich Ebert, anélkül, hogy kérték volna 15 vagonnal, és még plusz 380 ezer dosszié átadott Herbert Hoovernek. A mi irataink hol vannak? Ugye mi osztrák-magyar monarchia után a magyar mi irataink mai napig letitkosítva Pádovában vannak. Ott van egy titkos archívum, nem kutatható. Ma sem kutatható, majd erre is van, nem tudom most. Meddig beszélhetek, mert ugyanis se vége, se hossza annak, amit én mondok. És ezt most komolyan kérdeztem, mert ahhoz hát az épületet 9-kor kell elhagyni. Tehát 9-kor kell elhagyni. Jó, most 3:48 lesz, akkor maradjunk abban, hogy mindenki, akinek ki kell menni, menjen ki, jöjjön vissza. Vagy ha már nagyon fáradt, hát akkor ne jöjjön vissza. Akkor meg tudja majd nézni a videót. Tehát mondom, aki, mert ugye biológiai törvényeknek vagyunk alávetve, nem úgy, mint akiknek 30 vagy 80 különböző neve van, férfi és nő. Mi még biológiai törvényeknek vagyunk alávetve, és mondom, mindenki, aki ki akar menni, az menjen ki, és aztán jöjjön vissza, én közben mondom a magamét. Ezt muszáj így csinálni, mert tessék? Nem, nekem nem tesz jól, mert én elintéztem. Nekem azt tesz jót, hogy fölvegy a videó, tehát rögzítve legyen, mert ki tudja, hogy meddig élek, ugye? Elmondtam, 80 éves, és erről nem igen beszélnek mások. Mert például, amit most el fogok még mondani, az anyagok közügyítése kapcsán, arról sem nagyon beszélni. Hol vannak, hát itt sok millió aktáról van szó, és dokumentum, hol vannak? Hát a legtöbb a San Franciscótól délre, ugye van a Stanford Egyetem. Ez egyébként egy fantasztikus egyetem, mert például amikor én Amerikába éltem, akkor a Stanford Egyetemnek 20 Nobel-díjas professzora volt.
Ilyen egyetem még nem volt a világon, hogy 20 Nobel-díjas professzor van egyetem. Egy nagyon drága egyetem, de jó egyetem. Na most emellett van a Herbert Hoover Institute. Na most a Herbert Hoover Institute alatt kell gondolni egy több kilométer hosszú épületkomplexumot, természetesen föld alatti szintekkel, meg emelettel, elkerítve, és itt vannak. Itt megszakítás nélkül dolgoznak a bizottságok, bizonyos dokumentumokat kiszednek és elégetnek. Megsemmisítenek. Másokat átadnak kutatásra. A többi meg még vár a feldolgozásra. Na most egy másik ennél kisebb, de még mindig egy óriási ilyen kutatva van, a Henslope Park. Henslope Park az Londontól észak-nyugatra van, körülbelül 150 kilométerre. És itt megint arról van szó, hogy vegyünk egy körülbelül 2 kilométer hosszú épületsort, amit három kerítés, az egyik belőle majdnem 30 méter magas. És mindenféle föld alatti szintekkel, és itt ugyanezt csinálják, nincs annyi dokumentum itt, mint a Herbert Hoover Institute-ban, de itt is több millió dokumentum van. És itt is lényegében ugyanezt csinálják, hogy a tudós társaság rendszerezi az anyagot, megint a legkényesebbeket elégetik, megsemmisítik. Amit úgy gondolnak, hogy jó, ha a kutatók kutatják, azt átadják a kutatóknak, tehát kutathatóvá teszik, és hát a többi még ott van szinte érintetlenül. Na most a harmadik ilyen hely az a Bodleian Library. Ez Oxford University, Oxford Egyetem, ahol rengeteg ilyen titkos dokumentum van, de az kutatható. Azok kutathatók. És ugyanez van, Londonban is van, a Kew Park, ahol szintén van egy kisebb, de ez persze mind óriási, csak egymáshoz viszonyítva mondom, hogy kisebb. Tehát már elmondtam a helyeket. Összeszedték erre is kiterjedt, és eleve a legkényesebb emberek, akik ennek a titkos kormánynak voltak a tagjai, ezek eleve már életükben mindent elégettek. És csak úgy derültek ki mégis dokumentumok, hogy például Lloyd George az a szeretőinek mindent megírt. És amikor a szeretője meghal, akkor a privát levelekből, mert ugyanis semmit a hivatalos, tehát a londoni parlament, a londoni kormány, a londoni, tehát a brit hadseregnek a vezérkari, minden meg volt semmisítve azokban a kritikus napokban, amikor a háborút megindították. Az mind el lett égetve, meg lett semmisítve. És persze beletartozik Nettie Rothschildnak az anyaga is, aki szintén meghagyta, hogy mindent égessenek el, ami utána megmarad, elégettek, mert ugyanis ennek az államok feletti informális kormánynak, amely ellenőrizte a formális kormányt is, és hogyan az mindenki, csupa olyanok kerültek döntő pozícióba, akik zsarolhatók voltak. És a legtöbb, érdekes oldalon a legtöbb nőügyekkel volt zsarolható. Mert a Wilson elnököt is nőügyekkel tartották kézbe. És például Lloyd George-ot is, de másokat is. Most ebben nem megyek be. Tehát eltüntették az anyagokat, maradjunk ebben. Például miért rendkívül fontos ez például nekünk magyarok számára? Hát azért például, mert csak egy példát mondok, hát sokan tudnék. De egyet mondok. Hát ugye mi úgy tudjuk, hogy hát
Azok, akik mindenáron föl akarták darabolni az osztrák magyar monarchiát, azok ugye egyrészt volt ez az államok feletti társaság, de másrészt itt volt Thomas Masaryk, Eduard Benes, Kramárs, akkor Milán, Radislav, Stefanik, aztán ide lehet sorolni Pratianut, Take Ionescu-t, Vajda Vojavodot, ide lehet sorolni Pasicsot, stb. De most maradjunk a Milán, Radislav Stefaniknál. Mert ugyanis ő szlovák volt. Ugye a Thomas Masaryk az cseh, Benes cseh, Kramárs cseh, de az a Stefanik az szlovák volt. És egy szlovák evangélikus papnak volt, akinek volt 12 gyereke, volt azt hiszem a 9. gyereke. És Szarvason ő ugyan a királyi Magyarország, tehát a monarchia idejé Magyarország szlovák részén született, de Szarvason dolgozott az apja, és ő ott érettségizett a magyar gimnáziumban. Ma is kim van a fényképerek. Ez egy rendkívül tehetséges ember volt ez a Milan Radislav Stefanik, aki ment a Pozsonyi Egyetemről, onnan a Prágai Egyetemre, tanult történelmet, a Masaryknak volt az egyik tanítványa, ugyanúgy a Benes is Masaryk tanítvány volt. De végül is ő fizikát tanult, kitűnő matematikus volt. Aztán kiküldték ugye Németországba, német, és a német professzora kiküldte Párizsba, és a legtekintélyesebb párizsi csillagász, francia tudós fölvette a csapatába. Napkutató lett. Több expedíciót vezetett a Mont Blancra, ahol ott lakott, és a napkorongnak ott, akkor is eredeti felfedezéseket csinált. Szóval nagy tekintélye volt. Bekerült a legelőkelőbb francia körökbe, amelyet persze a legelőkelőbb szabadköves köröket is érteni kell, mert amióta volt a francia forradalomban ez az illuminátus szabadkőmes hatalmátvétel, azóta Franciaországban minden kormány, beleértve a Vichy rendszert is, szabadkőmes. Mindenki. Ha például Mitterrand az a Vichy rendszerben magas beosztású állami hivatalnok volt szabadkőmes. Aztán mikor Franciaország elnöke lett, ugye 2-7 évig, hát aztán minden szabadkőmes figurát bedobott a Kohl kancellárral együtt, aki szintén szabadkőmes volt, de menjünk tovább. Radislav Stefanik, tehát nagyon komoly tekintélyedet szert, mint csillagász. És amikor a háború kitört, már francia állampolgár volt, és mint francia állampolgár belépett a francia légierőben. Pilóta lett, több bevetésen dolgozott, de 1918-ban már a francia légierő tábornoka volt. És ezen túlmenően az emigrációban megalakult cseh és szlovák nemzeti tanácsnak az a tagja, aki hadügyeket intézte, sőt, a cseh légiónak, amely ugye működött, amiről külön részletesen írok, ami Szibériában ugye elfoglalta a transzszibériai vasutat, és leblokkolta lényegében azt a orosz államot, amit Kolcsak vezetett volna, és meg tudott volna nyerni a bolsevikokkal szemben, és átadták ugye bolsevikoknak.
kocsaktábornokot kivégzésre, és ezeket az utakat én tavaly végigjártam, ott Szibériában. És azért is, mert ott sok tízezer magyart öltek meg, a csehek, a cseh légió, több tízezer megölt, hadifoglyok. Research concluded. És erről teljes rém a hallgatás. De ennek is a parancsnoka a Stefánik volt. Mert ugyanis a Thomas Masaryk az a háború idején, mikor már kitört a háború, majdnem egy teljes évig volt Oroszországban. Aztán megjelent, kicsoda? Roosevelt elnök ott volt Szibériában. Az amerikai elnök. Mert azok nyomták a fegyvereket a cseh légiónak. Amikor csúcson volt, legalább 40 ezer ember volt, de volt, akik 50 ezerre becsülik. De a parancsnok a Stefánik volt. Tehát ő is állandóan jártott. Most ez a Stefánik, aki azonban egy rendkívül fokos ember volt, és mondom, magasrangú szabadkörben. És az, hogy a Benes olyan gyorsan haladt a szabadköves lagrétán, erről az többek a Stefaniknak köszönhetik. Na most ez a Stefanik az olaszokkal, tehát az olaszokkal kidolgozott egy tervet, hogy mi történjen a háború után, a béketárgyalásokon mi történjen az osztrák nagyobbágyalával. Kidolgozott egy tervet az olaszokkal. És ez a Stefani 1919. május 4-én, tehát Magyarországon Kun Béla tanácsköztársasága dühöng. Tehát május 4-én tért vissza Olaszországból, ment Prágába, hogy elfoglalja a cseh-szlovák kormányban a hadügyminiszternek, mert ő volt a hadügyminiszter, Benes volt a külügyminiszter, az elnök volt a Masaryk. De az ő repülőgépét Pozsonynál, pontosabban Pozsony Ivánkánál, ott van egy repülőgép, lelőtték. Három olasz, abból egy magasrangú, volt egy ezredes, meg két kisebb rakó olasz is, és Stefanik. Mind a négyen meghaltak. Na most, eleinte azonnal megírta az egész európai sajtó, hogy lelőtték a gépet. Aztán ezt kezdték elmismásolni, hogy nem lelőtték, lezuhant, stb. Mindegy. Lényeg az, hogy végül is a franciák rákényszerültek, a francia kormány, hogy csináljon egy vizsgálatot. Ugyanis Stefánik francia tábornok volt. És meghal egy francia tábornok, kutya kötelessége a kormánynak kivizsgálni, hogy ott halt meg. Ha lelőtték a gépét, kik lőtték le és miért lőtték le. Megcsinálták a vizsgálatot, és utána mindent legyilkosítottak. És természetesen az olaszok is csináltak vizsgálatot. Három a gép olasz volt, olasz állami volt, olasz hadseregé, és három olasz tiszt volt rajta. Ők is csináltak. Ők is legyilkosították. Na hol vannak ezek az anyagok? Hát az egyik ugye Párizsban van, a másik Pádovában. Na most az volt a kérdés, amit én tudni akartam. Hát eltelt 100 év a jó életben. Hát tegyik már kutathatóvá, hogy mi a helyzet. És ezért én fölvettem a kapcsolatot a római magyar nagykövettel, aki akkor már 10-valahány éve volt nagykövet, mert még a Kádár időszakból volt, egy nagyon jó, kiváló szakember is, és a rendszerváltás után is ő volt a római nagykövet.
most nyugdíjas van. 4 évvel idősebb, mint én. És én megkértem őt, hogy menjen el ide bátorába, nézze meg ezeket a iratokat. És elment. És nem engedték. És mindenféle módon ő próbálkozott, nem sikerült. Kész. Na de, hát ugye többet észem, mint erővel. Hát, aki ilyen régóta római nagykövet, annak vannak olasz baráta is. Okay? És bizonyos tekintélyes, tudós olasz barátok közül az egyik fogta magát és elment. És neki megengedték. Na hát én nem tudom, amit most fogok mondani. Azért mondtam el, hogy honnan tudom, innen tudom. Az volt a Stefánik bűne, hogy ő ugyanis kidolgozott egy alternatív tervet, ami teljesen ütötte a Benességet meg a Masarykékat. Mert ő azt mondta, Ausztria, vagyis a monarchia német nyelvű része menjen Németországhoz. De az összes többi maradjon itt. Ez egy jól működő állam, nem kell ezt szétverni, ez maradjon itt. És alakuljon át államszövetségé. Tehát legyen benne cseh állam, szlovák állam, akár még ruszin vagy rutén állam, az erdélyi románok alakítsák, legyen egy külön állam, amelynek mindegyiknek megvan a külön kormánya, országgyűlése, alkotmánya, minden megvan neki. De alkosson egy államszövetséget, amelynek a fővárosa fekvésénél fogva, geopolitikai okokból Budapest, és mert mindenki tud magyarul, mert akkoriban ez második monarchia, második nyelve a magyar volt, a német volt az első, a második a magyar, ezért a magyar legyen a lingua franca, hivatalos, tehát a birodalomnak a nyelve az a magyar legyen. És ezt a tervet kidolgozta, és megnyerte mellé az olaszokat. Na hát, ezért kellett lenőni a gépét. Na de, kérdem én, hát 100 év után nem jött el az ideje annak, hogy ezt mi megtudhassuk. És még ki tudja, hogy mi van ott a Herbert Hoover Institute-ban, ott San Francisco-tól délre. Meg ki tudja, hogy mi van a Hanslop Parkban, meg a Baudrillard Library-ben, és így tovább. Hát nem jött el, és akkor, amikor létrehoznak, például nagyon komoly pénzért a Tudományos Akadémián, ugye lendület programban történt, Trianont kutató, akkor arról írnak, hogy milyen magánlevelek voltak, ki hogy élt át, ilyen könyveket írnak. Hát nem ezeket kellene valamilyen módon a történészeknek kidolgozni, és például, vagy arra választ adni, hogy miért van az, hogy a háborút végül is az Egyesült Államok hadba lépése döntött el, persze a Birzónak hadba kellett lépni, mert a zsidók pénzhatalom markában volt. Most annak a történetét nem mondom, hogy a markában volt. Igen ám, de azért kérdem én, hát amikor a 14 pont alapján, amikor a legfontosabbja az volt, hogy minden népnek, kicsinek, nagynak jár a nemzeti önrendelkezés joga, akkor miért van az, hogy egy Masaryk, akinek semmilyen rangja nem volt, csak az, hogy egy hazug ember volt. Mert állandóan változtatta a véleményét, hogy csak egyet nem mondjak. Amikor még úgy volt, hogy marad a monarchia, addig állandóan arról szónokolta, hogy a legrosszabb államrend, ami sok állam. Amikor meg már látta, hogy a monarchiát szét lehet verni, és cseh állam helyett egy cseh imperialista birodalmat lették, akkor már a legjobb állam az volt. Egy hazug ember volt, ez volt a Thomas Masarykkal a bal. A Benes az meg még inkább, az meg kifejezetten egy cseh szabadkőmes gazember volt. Bűnöző. Föl tudom sorolni, hogy milyen tehát
Tehát a büntető törvénykönyv szerint milyen bűncselekményeket követett el? Mert most már gondolok a Benes dekrétumokra is. De arról nem beszélek. Ma már nem beszélek. Tehát itt arról van szó, hogy miért volt az, hogy a Masaryknak az elgondolása, akinek semmi hatalma, se országa, semmilyen, az érvényesül, és az Egyesült Államok elnöke pedig arra kényszerül, hogy papíronnyal tekintse a saját 14 pontját, amelynek alapján lényegében a tűzszünet létrejött. Mert itt csak utalok arra, már bevezettem egy mondattal azt, hogy az igazi nagy bűncselekmény nem a, mert bűncselekmény volt a háborús, de az igazi nagy történelmi fordulat jelentő bűncselekmény az volt, hogy mi történt a háború után. Hogy teljesen föllukták a veszpáliai békerendszer. És itt tartott. Tehát minden, ami Európában évszázadok alatt kialakult pontosan az alapján, a görög-római magas kultúra és a keresztény értékrend alapján. Azt mind föllukták. Úgyhogy most már a befejezéshez kell közelítenem. Tehát ez a pénzuralmi világrend, amely a második világháború után kialakult, és amelynek az alapját a pénzrendszer magántulajdona, az eladósítás, és mindenkinek az adósság függésbe taszítása jelenti. Ugye ezt a pénzrendszert ezt egyrészt Henry Morgenthau Junior, mert az apja is már, aki akkor több mint 10 évig pénzügyminiszter volt, és aki naplóban mindent leírt. 2000 oldalas naplója megjelent két Congress Library kompendiumban, ezek ilyen zöld dokumentum kötetek, és az ő naplója, nekem megvan ez, mert elhoztam, megkaptam ajándékba tőlük, ez két ilyen vastag kötet, ez 2000 oldal, ezek az ő naplója. Ebben le van írva, hogy hogy kell mindazt megcsinálni, amiről Carol Quigley ír. És utána az ő embere volt, akit úgy hívtak, hogy Harry Dexter White. Na most Harry Dexter White volt az, aki az úgynevezett Bretton Woods-i ikreket, ami a világban, és a nemzetközi valuta alap, ő azt kidolgozta, és megírta az alapokmányát, és ennek alapján működik. De nem csak ez volt ő, hanem ő, ugye Dumbarton Oak, valami ott van, ugyancsak San Francisco mellett, ott írták az ENSZ alapokmányát. És az ENSZ alapokmányának is Harry Dexter White volt az egyik főszerzője, aki effektíve fogalmazta. Sőt, az első ENSZ főtitkár is ő volt. Ideiglenes ENSZ főtitkár, amíg ő kinevezett volt, tehát amíg választanak egyet, addig ő volt. De azt is hozzá kell tenni hozzá, hogy kommunista volt, és Moszkvának az ügynöke. Ezt is tegyük hozzá. Na most ezt sokáig tagadták, de 1989 után már nem lehetett tagadni, mert erre az összes dokumentum az Moszkvában ma is megvan. És ugyanezt lehet elmondani Alger Hiszre, aki ugyancsak egy magas beosztású amerikai államigazgatási alkalmazott, kommunista párt egyik legfőbb vezetője volt, Whittaker Chambers-el együtt. Ezt is tagadták. Tehát ezek mind kommunista ügynökök voltak, akik többek között azt is megszervezték, hogy az amerikai atombomba összes dokumentációja menjen át Stalinnak. Ez ma, amikor, illetve nem ma, hanem azoknak, akik ma már tudják, hogy a Szovjetunió ugyanannak a kommunista pénzhatalomnak, vagy mondjuk így, hogy zsidó pénzhatalomnak volt a találmánya
és azt hozta létre, mint aki jelenleg a világuralmat gyakorolja, hogy ez a társaság ugyanaz, meg a mai liberalizmus ugyanaz, mint a kommunizmus. Egy ellenésző kisebbségnek a diktatórikus, erkölcsöt tagadó uralma, azoknak mondjuk ezzel nem lepődnek meg. De sokan még azt gondolják, hogy a kommunizmus az valami más. Nem, ugyanennek a hatalomnak a két különböző megjelenési formájáról van szó. És az nem véletlen, hogy amikor a pénzuralmi világ elit úgy látta, hogy már fölösleges a szovjet változat, jobb a pénzuralmi, azt jobban lehet álcázni, jobban kézben tudnak. Egyszerűen a szabadköves hálózatán keresztül felbomlasztottak, mert ne felejtsük el, szabadkövesek nélkül nem megy a felbomlasztás. Gorbacsov szabadköves volt, Alekszander Jakovlev szabadköves volt, az összes kulcsember szabadköves volt. Tehát mindent ezt itt készítettek elő. Na most, és ugye a szabadkövesség, nem tudok már róla beszélni, csak annyit mondok, hogyha valaki azt hiszi, hogy Magyarországot nem a szabadkövesek irányítják, hát az megtéveszti magát. Magyarországon ugyanígy gyakorolják, azzal a különbséggel, hogy itt van egy elég erős egyensúly, amely korlátoz őket, de nem mindenben tudja korlátozni őket. Tehát van egy egyensúly. De ha valaki, és most nem is a saját szavaimat mondom, hanem André Tardieu-nek a szavait mondom, aki háromszor volt Franciaország miniszterelnöke, háromszor. Egy nagyon művelt emberről van szó, aki a Harvardon például francia irodalmat tanított, aztán francia történelmet, aztán a Le Temps-nak volt a külpolitikai főszerkesztője, és így tovább. Mi nekünk azért lényeges a Tardieu, mert a trianoni szerződésnek a szövegét ő írta. Tehát ő volt az, akiről minden lepergett. De meg ő volt az, akinek a Rothschildoktól fölvett cári kölcsönökből minden héten hatalmas összegeket adott a Izborszki bázsi orosz nagykövet. Egy végtelenségi korrupt, megfizetető ember, vagy jellemtelen ember volt. De ez a Tardieu írta meg legelőször, mert ő Mendelhaus azredes mellett, aki a pénzuralmi világ elé rendelt Wilson mellé, hogy fogja a kezét, hogy nem már ez a hülyeséget csináljon. A másik legfontosabb ember a Tardieu volt, akire meg Clemenceau adott át mindent, mert Clemenceau két dolog érdekelte. Hogy kapják vissza Elzász-Lotaringiát, és hogy ő legyen a köztársaság. Ezért mindent átadott a Tardieu. A Tardieu pedig ez a megfizetett, mert amikor már cár nem tudott fizetni, akkor fizettek a románok, meg a szerbek nagy pénzeket. Na most ez a Tardieu írja. Az egyik könyvében így írja, hogy a szabadkövesek nélkül, az ugye, vagy nem, a szabadkövesekkel nem lehet mindent megmagyarázni. De a szabadkönyvesek nélkül nem lehet a tényeknek megfelelően elmondani a történelmet. Mert akkor már összegezte, hogy mi történt izében, Versailles-ban, stb. Tehát írta az összefoglaló könyvet. Vagyis a szabadkönyvesek nem magyaráznak mindent, de szabadkövesek nélkül a világot nem lehet megérteni. És az ma is itt van. Magyarországon nem a szabadkövesek intéznek mindent, de a magyarországi szabadkövesek, na virágzik a szabadkövesek. A Magyarország mindenféle páholyit van, mindenféle nagy páholyit van, a
kis, tehát a szabadkövess struktúrája, van egy nagy páho is, és annak vannak a páholyok. Tehát a magyarországi nagy páholyok nélkül, ha valaki azt gondolja, hogy meg lehet érteni, hogy miért olyan, miért úgy rendezték a devizaügyeket, például, hogy mondjak egy példát, hát az félrevezeti magát. A szabadkövesek döntötték el. És itt tovább, de majd ez egy külön téma, nem megyek bele, csak utalok rá. Mert ugyanis a pénzuralmi világelit már kidolgoztatta az embereivel, 1912-ben kidolgozták Amerikára, és meg is jelent, publikálva is lett, de Európára is kidolgoztatták, és ennek a munkának a zömét Richard Kudelm vagy Kaverdi végezte el, aki egy cseh gróf volt az apja, de egy szamuráj, japán arisztokrata volt a mamája. Ugyanis a papa nagykövet volt Tokióban, és ott nősült. Na most ez a Kudelove Kalergi 1900 több könyvet írt el. Azért fontos, mert az Európai Unió az ő találmánya. Ez mind le van írva. De az 1925-ben mondom több könyvet írt. Most csak arra utalok, ami 1925-ben jelent meg, és aminek az a címe, hogy Der praktische Idealismus. Na most ebben a Der praktische Idealismusban ő megírja, hogy Európában kever fajú népességnek kell lennie. Azt is megírja, hogy az új arisztokrácia a zsidóságra. Megindokolja, hogy miért. 1925-et ír. És utána még egy csak, és ki a egyik fő finanszírozó? Max Varga. Ki is a Max Varga? Aki finanszírozza Kudelhove-Kalergi. Hát Max Varga volt ugye a legnagyobb német kereskedelmi banknak az első számú tulajdonosa. Paul Warburg akkor ma Amerikában volt, a Federális Zöld létrehozásáért küldték át. A Felix Warburg, az pedig ugye Jacob Schiffnak, annak a Jacob Schiffnak, aki finanszírozta Trockit, és aki elküldte a táviratot, hogy az egész cári családot kell. Nem Lenin végeztette ki, hanem Jacob Schiff, megvan rá a bizonyíték, megvannak a Morse szalagok. Na nem azért, mint a Lenin nem lett volna egy személy terrorista gazember, hát mondtam, a parancsba adta, hogy mennyi embert kell minden nap kivégezni, hogy a társadalom engedelmeskedjen. Tehát nem őt, de a cári családot a Jacob Schiff végeztette ki, az a Jacob Schiff, aki abban a házban lakott, ahol a Rothschildok laktak, a Judengasse-n, ahol nem számok voltak, hanem ahol ott lakott a Bauer család, meg a Schiff család. És volt egy jel, amely egy vörös cégé, vagy vörös címer volt. Rothschild. Tehát Bauer's, Beldin Rothschild. A Bauer's ment és maradt a Rothschild. De innen jön a lép. Tehát ez egy, a Schiff család volt az első számú helytag, Rothschild pénzbirodalom első számú helytartója a Wall Street-en. Na most, menjünk tovább. Tehát létrejött egy olyan pénzuralmi világrend, amely úgy döntött, hogy az európai fehér ember az egyik halálos ellensége, addig nem érezheti magát biztonságban, amíg van. És ezért keresték a módját annak, hogy megszabaduljanak tőle. Na most itt muszáj visszatérnem egy kicsit Amerikába, de most már tényleg 50 szóra be fogom fejezni. Itt arról van szó, hogy nem tudom, hallották-e ezt a nevet, hogy Theodor Kaufmann. A Theodor Kaufmann az egy zsidó ember volt, aki New Jersey-be született. És megjelentetett egy könyvet 1939-ben, amit
amit aztán kiadtak 1940. januárjában. Na most ez a Kaufmann, ez vezetett egy olyan tanácsadó testületet, amely Franklin Delano Roosevelt elnöknek volt az elnöki tanácsadó testülete. És ez a Theodor Kaufmann írt egy könyvet 39-ben. Nagyon lényeges a dátum. Aminek az volt a címe, hogy Germany must perish, vagyis magyarul Németországnak meg kell semmisülnie. Vagyis nincs itt holokausztról szó. Hol van még a holokauszt? Mert, és miért kell megsemmisülni, hogy felsorolja? Mert a németek génjében ott van a harciasság, és a német mihely tudja gyilkolni, és az emberiség átkösmek kell tőle. Érdemes elolvasni, hogy micsoda szabadkönyves, liberális baromságokat írt már le ebbe a könyvébe, Germany már. El lehet olvasni, tessék el olvasni. Igen ám, de rájöttek, hogy ez túlzás. És akkor egy másik zsidó ember, egy professzor, úgy hívják Ernest Hutton. Ő antropológus volt, és a Harvardon volt egyetemi tanár. És miről ír az Ernest Hutton? Hát azt mondja, nem lehet itt kiirtani a németeket, át kell tenyészteni őket. A férfiakat el kell vinni milliószámra Afrikába, hozni helyettük Afrikát, és át kell tenyészteni, a németektől meg kell szabadulni. Vagy az államok feletti pénzuralmi világ elé szabadulni akart a németektől, de ez egy régi dolog, mert már mondom, már az első világháború ezért robbant ki. Na most nem folytatom, mert ezt is folytathatnám, megmondom, mivel kellene folytatni. Mert ugyanis egy New York-i ügyvéd, aki egy jogász volt, az meg azt kidolgozza, hogy hogyan kell átmosni a németek agyát. A megmaradt németeknek milyen módszerrel, hogyan kell megcsinálták. Na most, ha jól megnézzük, a nemzetközi szabadkönyvesség, amely ennek a pénzhatalmi világelitnek az egyik végrehajtó intézménye, és amelyekre nagyon szüksége van a pénzuralmi világelitnek, ez pedig Erich von Ludendorff kutatta ki a háború után, ő ugye, amikor a háború utolsó szakaszában a német nagyvezérkarnak a főnöke, az nem Hindenburg volt, Paul von Hindenburg, vagy nem Erich von Falkenhayn, hanem Erich von Ludendorff volt. És Ludendorff kereste a háború elvesztésének az okait, amikor csak német csapatok vannak francia földön, csak monarchia csapatok vannak Olaszországban, meg máshogy, és akkor a győztes lesz a vesztes, hogy? És akkor ő átkutatta az összes szabadkönyves archívumot. És ő röviden, tömören úgy fogalmazta meg, hogy nélkülözhetetlen a szabadkönyvesek, mert nincs mindenhova elég ilyen liberális zsidó. Liberális, kozmopolita, globalista zsidó, nincs elég. Oda a műzsidókat kell odaállítani, ezek a szabadkönyvesek. Tehát ez az elnevezés, a műzsidó, ez nem tőlem származik, hanem Erich von Ludendorff-tól vettem át. És ez nagyon él, mert most már olvastam több helyen, hogy Kínában is ez a probléma, hogy nincs elég zsidó. És ezért óriásira fejlesztik a szabadkönyvességet. Vagyis le kell gyártani a kínai zsidókat. A szabadkönyvesekkel. És azért ez se olyasmi, ami most kezdődik, mert már Sun Yat-sen, ugye a kínai Lenin, az is szabadkönyves volt. Meg Chiang Kai-shek is szabadkönyves volt. De még Chuen Lai is szabadkönyves volt. Mao Tse-tung nem, az konfuciánus volt. Úgyhogy ezt csak mondom, hogy ennek ma is megvannak a gyökere, de menjünk vissza, hogy a végső választ a előadás címére megadjam. Mert arról van szó, hogy amikor már úgy látta a pénzuralmi világ, hogy tulajdonképpen azt a konkurenciát, amit ő ott létre, azt
lényegében fölbobrasztja és elintézi, nem mindent tudott úgy megcsinálni, hogy szerette volna, de nagyjából megcsinálta. Ehhez nagyon nagy szüksége van arra, hogy Európa vazallusi státuszát ezt rögzítse. Tehát Európa soha ne lehessen önálló hatalmi tényező. Nem engedte meg soha, hogy Európának saját hadserege legyen. Már egy földrésznek, vagy egy államalakulatnak, akármilyen lasza is az, de nincs hadserege, akkor nincs külpolitikája se. Nincs akaratérvényesítési lehetősége. A NATO az pedig hát közölhely. Mert a NATO, ugye mit jelent a NATO? North Atlantic Treaty Organization. Észak-Atlanti, és melyik a legtipikusabb észak-atlanti ország? Hát Afganisztán. Utána a másik tipikus észak-atlanti térségben fekvő ország, hát Irak, Egyiptom. Semmi közük az éjszaka. Itt arról van szó, hogy a pénzuralmi világ elit a vazalusait egyszerűen kihagyja a vágóidra, hogy ne csak az ő emberei halljanak meg. Amely ő emberei tulajdonképpen nem is az övé, mert az Egyesült Államok is az egyik tartománya. Jó, ennek a nem hivatalos világbirodalomnak a tartománya, központi tartománya, de valójában a hatalmat nem. Hát Trumpnak azért van a konfliktusa, mert ez a pénzuralmi világ elit mindig igényt tart arra, hogy az állandó elnök, aki ő, amellett az ideiglenes elnök, aki egy vagy két ciklusig a Fehérházban van, az is az ő ember legyen. Hogy az teljes mértékben, és most ugye ebben egy kis ilyen-olyan, amolyan okokból ez nem jött be, hát ez innen van a Trumpnak a konfliktusa. De menjünk tovább. Vagyis a pénzuralmi világelit rájött arra, hogy akkor tudja a Kudehove, Kalergi és mások által, mert most csak egyet említettem, de több is van, kidolgozott programot végrehajtani. Tehát például Ernest Huttonnak a programját végrehajtani, meg annak a New York-i jogásznak a programját, azt végrehajtották, hogyha szövetségre lép azokkal a észak-afrikai és közel-keleti országokkal, amelyeken áll vagy bukik a tömeges migráció Európába. Na most ehhez ő rengeteg előkészületi munkát végzett. Az egyik, amit most mondok, ezt megint nem mondja senki, és nem megy a fejbe, hogy miért. Ugyanis az Európai Unió és ezek a ma bevándorlást megengedő elősegítő afrikai és közel-keleti országok több mint 30 megállapodást kötött 1970 óta. El lehetne olvasni őket. Ezekben az van benne, ha valaki beleolvas, hogy hogyan kell iszlamizálni az európai kultúrát. Mert ugye én elmondtam, hogy először jöttek ugye 630 után, második szor jöttek ugye a törökökönek a nyomás alatt, amikor elesett ugye Konstantinopolis, Konstantinápoly, ma Isztambul, 1453-ról van szó. Szóval azt, amire egyébként ugye mi rámentünk, mert a magyarok voltak tulajdonképpen, akik megvédték a nyugat-római birodalom, Bizánccal a kelet-római birodalom elesett. De mi megvédtük a nyugat-római birodalmat, amelynek a legkeletibb nagyvárosa az Bécs volt. De erre ráment a magyar királyság, de ebben most megint nem megyek bele. Szóval a lényeg az, hogy úgy gondolta a pénzuralmi világ elé, hogy eljött az idő rá, hogy beindítja annak az 50 millió, mennyi van a tervekben leírva, 50 millió afrikainak és közel-keleteinek a betelepülését, akikkel már egy olyan
erőt lehet Európába hozni, akik, mivel több nehézségről van szó, stb., meg agresszív, tehát egy olyan társadalmi, ami egyrészt, ha megtartják a degenerált demokráciát, akkor ez a degenerált, elfajzott demokrácia révén a liberálisok ugye számíthatnak a szavazataikra, bár szerintem tévedtek, mert ezek külön pártokat fognak alapítani, és nem rájuk fognak szavazni, de mindegy, de így képzelik. És, de minden esetre egy olyan erőt tudnak létrehozni, amellyel egy polgárháborút tudnak előidézni Európában. Na most a polgárháború az sokkal jobb, mint ha az államok közötti háború van. Ma az államok közötti háborúnál soha nem lehet tudni, hogy mikor vetnek be, mikor vet be a gyengébb fél nukleáris fegyvert. Polgárháborúban nem vetnek be nukleáris fegyvert, mert nem alkalmas rá. Tehát most a pénzuralmi világelit egy falat szükség, minden muszlimra szüksége van, hogy a polgárháborút megcsinálhassa Európában. Ez az igazi oka. Ezt akarja elérni. Na most már mondtam, most megismétlem, hogy a jövőt illetően csak hármat mondhatunk, többet nem. Melyek a lehetőségek, melyek a szükségszerűségek, és melyek a valószínűségek. Én azt mondom, hogy ha minden európai országban kellően fölismerik azt, amit a magyarok már fölismertek, a magyar társadalom, akkor ez a polgárháború nem fog menni, sőt a betelepítés nem fog menni. Tehát egy háború folyik, és ebben a háborúban nekünk fel kell állni, és úgy néz ki, hogy Pio atya, akit sokan kinevettek, mert 30 évvel ezelőtt azt mondtak, hogy ő érigye a magyarokat, mert megint a magyar lesz egy olyan nép Európában, amely a európai népeinek a legjobbat fogja tenni. És úgy néz ki, hogy Pio atyának igaza van. Mert ha mi, nekünk ez az ellenállási akciónk sikeres lesz, és az európai lakosságot, az érintetteket magunk mögé tudjuk állítani, akkor Pio atyának a jósata teljesen. Én is azt kívánom, hogy így legyen. Köszönöm szépen, hogy megkaptam.